time to roll the fucking dice. They wanna compete, we gotta compete. Chugging these beers, it's all about the fucking beers. Na, hát sziasztok! Üdv mindenkinek! Itt vagyunk egy FS19-es live-val, Neverrun-nak a negyedik epizódjával. Hát, mai részben lesz vetés, aratás, kis cucceladás, ilyesmi, és itt van velem Tamás igaza is. Hello, sziasztok! Na, ja, hogy van? Legyen akkor? Mit szeretnéd csinálni? Hát el kéne adni ezt a cuccokat, nem? Úgy elakad. Mi van? Miért akadok? Nem tudom. Én nem akadok. Jó. Akadtak. Egész gépem akadtam úgy. Az intrónál is akadt. Na, lehet valami frissít? 60-as pingem van, gett. Na, az igen. Lehet a Steam csinál valamit? Lehet. Azért mondom, hogy eldöntheted, mit szeretnéd csinálni. Van aratás, vetés, sok vetés. Ugye, hamsterezés. Hát amelyiket szeretnéd. Húha, de ezt javítani kell, mert mindenek akar, mint az állaz. Nem ilyen szartól akadsz. Nem tudom, nekem jó a pingem is. 35-ös pingem van. 60 FPS, 35-ös ping. Na, közben addig elmondom, hogy változások történtek a tanyán annyiból, hogy... Kifagyott az FPS. Kifagyott az FS, de live-ba vagyunk, nem? Na, hát akkor közben én beszélek. Szóval annyi történt, változás, hogy majd Tomi megmutatja, hogy melyik földet. A hármas földet megvettük, ami ott a kaszálunk mellett van. Meg ugye volt 20 tehenünk, 20 szarvasmarha volt, most 100 darab van már. Tehát egy kicsit szaporodott a létszám. És hát úgy nagyjából úgy ennyi, mert ugye olyan munkálatok folytak, ugye hogy a kaszálás, behordani, ugye a szárítóba, üzemanyagot hordani a szárítóba, a bányába üzemanyagot vinni, akkor feltölteni a szilástornyot, ugye a keverőtápkeverőt feltölteni, hogy keverni a tápot, mert hát így is már
410 000 liter teljes takarmánykeveréket behordtam, és még mindig nincsen tele, mert 450 000-nél lesz tele a 100 marhánál, úgyhogy még mindig is sincsen tele, de már dolgozik a keverőbe, van több 100 000 szalma, meg széna, meg szilás, pontosabban megnézem, hát ilyen 240, 280, 220, tehát így vannak benne, úgyhogy ebből lesz bőven még, ebből lesz még vagy minimum fél millió táp a állatoknak, úgyhogy most már kajával nem lesz gond. És már ugye 100 darab szarvasmarha van, mert hogy kell a trágya, hogy azért már tudjuk már csinálni műtrágyát is, mert hogy azt is, egyébként már elkezdtem a műtrágya készítést, amit termeltek egy picit, nem sokat, azt már behordtam, és ők már, azt már itt csinálgatja. Na, bebugoltam, jó van, kijöttem. Úgyhogy kellett vegyek egy manitút, hogy lapátolni tudjam a trágyát valamivel. Végül is ez történt, ugye le lett permetezve a kaszáló, miután le lett kaszálva. Más nem, meg ugye meg lett véve a hármas föld, amit aratni kell. És búza van rajta, azt hiszem. És hát ugye a szalma az kell, mert nagyon fogy a szalma, mert megy a komposztgépbe, megy a tápkeverőbe, megy az állatok alá, és ugye a pelletgyár is azzal üzemel. Úgyhogy a szalma az nagyon kell. És már fogytán vagyunk belőle. Úgyhogy hát úgy röviden úgy ennyi, ami így eddig történt. Ez nem sok, ez egy délelőtt alatt történt végül is. Na milyen a izét? Most is akadsz? Mint állat. De mi a szartól akadsz? Mi az Istentől akadsz? Lehet csak itt a farmon akadsz? Próbálj nem, meg. Ping. Ilyet ma akkor lehet a izé miatt, a gépek miatt. A Steam ilyesmi nem frissít semmit, nem? Nem. Akkor mi a szar történt? Idáig soha nem volt gond FS-sel, hát. Egy krumplin nem megy el, az igaz, de nekünk nem krumplink van. Na. Elméletileg jó minden. Valamennyire jó. Igen. Most már jó. 4000-es. Aha. Ja, azt a izé ATS bírja. Igen, ATS, Minecraft ezek bírják. FS. Ja. Hát jó, érdekes pedig, hogy pont azt röhögtem, hogy van egy streamer, akit nézek, és ugyanilyen egy gigás nete van, mint nekünk, és jó, mondjuk ő egyedül van fönt rajta, tehát az tény és való, hogy egyedül van fönt rajta, és Minecraftot streamel, és 23-mal tolja. Hallod? 23-mal tolja. Tehát itt kiakadtam egyből, hogy mi van. 23 000-rel tolja izét a live-ot, majd nézegette, és akkor így mutogatta a képet, és ott lehetett látni live-ba is, hogy ott a 23-mal tolta izét a Minecraftot. Nem is volt benne akadás, az tény és való. Na, jó van akkor. Na, így most, hogy helyreállt minden. Elmérke. Akkor szóval mit szeretnéd csinálni? Bérelsz magadnak olyan Big Budot és izét, vagy nem tudom, cukorgyár, elmenézek már ilyen a cukorgyárba. Én is nézegetem már, de a lisztes az... A lisztes az üres, mert abban nincsen semmi. Ja, igen. Azt mondja, cukor, nincsen cukor se, akkor azt is eladtam. Akkor szerintem csak kavics van. Igen. Aha. Az van, de az sem sok. Ja, igen, ez is csak 24. Hát igen, mert ugye beindítottam ezt is, és hát utána
mit tudom, egy fél óra múlva már végeztem és kiléptem a szerverről, és akkor ugye leáll, hogyha nincs fönn senki. Úgyhogy akkor csak egy akkóvetés, aratás, hamsterezés. Jó, hát akkor hát akkor melyek aratni? Aratsz? Ja. Akkor én menjek vetni. Mert ugye kéne. Tehát kéne azért, hogy az is menjen. Azt a 3-es fölött kell aratni, vagy? Aha. Ja, de várjál, nekem hamsterezni kell, várjál, hát mennem kell az izét. Ki kéne vinni egy pótkocsit is. Egy trakesszal. Hol egy traktor? Hol van itt egy csomó? Na, itt a izé, trakeszoddal kiviszek egy pótot, jó? Jó. Azzal kiviszek egy pótkocsit. És akkor az enyémben már rajta van, már elő volt készítve, rajta van a hamster, úgyhogy ezt mennem kell szedni a szalmát, mert a pelletgyár az áll, mert elfogyott belőle. És akkor kiviszek oda egy pótot, azt akkor... Ha nagy üríteni kell, akkor lesz. Kéznél van a trakesz. Ez egy szép kis darab föld. Elég drága volt. Mert nem is tudom mennyi volt, azt hiszem 700.000 euró volt, vagy hogy? Valahogy így. Az jó. Úgyhogy nem volt ócószág. Halli, szia Dark. Hello Dark, szia. De hát ugye fejlődnünk kell, és azt csak úgy tudjuk, hogyha van fölött terület. Most már jó visszaesett, talán most már jó a pingra, nem bírta 4000-et. És ezzel voltak régen is gondok. De mondom, hogy hát, ha most mondom a jó, nagyobb nettel, mert akkor még a kisebb nettel volt. Na. Mondom, hát, ha most bírja, de nem bírja 4000-et valami. Na jó, hát az FS azért az zabál. Szóval kell a terület, mert hogy a legnagyobb földünket azt lefoglalja a repce. Mert az kell, mert amit termeltünk üzemanyagot, abból már nincs semmi. Tehát én azt behordtam a komposztgépbe, a szárítóba és a bányába. Tehát már nincs belőle. Jó, hogy azzal most elmennek egy darabig, de akkor is elfagyott már. Úgyhogy azt a földet, azt lefoglalja teljesen a izét. A repce, a nagy földet. Ugye kell izét, kell szalmás föld, az nagyon kell, mert ugye állatokhoz is kell, meg gyár is működik vele. Tehát az mindenféleképpen, és azt ezt gondoltam, hogy akkor ez lehet. És akkor kell nekünk majd egy másik terményhez is, ugyebár a dohányhoz. Igen. És ahhoz meg gondoltam a másik két földet, két kis földet. Jaja. Nem? Aha. És akkor úgy el vannak látva akkor a gyárak is, el vannak látva az állatok is. Mert ugye erről is ezt akarom szalmásnak, ez állandó szalmás lesz. És ugye ami lejön róla, ugye búza vagy akármi, abból ugye mehet a magkészítőbe is, és mehet a malomba is raklapozni. Tehát mindenféleképpen, amit termelünk, innen mindenből pénz lesz, és minden lejön róla. Tehát semmit nem kell elpazarolnunk, vagy eldobnunk, vagy csak úgy külön eladnunk, mert minden gyárban megy. Úgyhogy ez volt a terv, ezért vettem meg ezt a földet. A igazság szerint egy nagyobbat akartam venni, de nem volt több pénz. És úgy voltam vele, hogy mivel ez itt van, úgyis a tanyánk mellett, plusz árba is megfelelt, plusz ráadásul ugye készre itt volt a aratnivaló,
amiből ugye rögtön ugye már is ugye tudok így izítani egy gyárat, mert ugye a pellet gyár az most áll, sőt két gyárat, mert ugye a malom is áll, abba sincsen semmi. Úgyhogy rögtön innen már két üzemet megint lehet üzemeltetni, hogy termeljen lóvét. Jaja. Egyébként a sörgyár is fent van amúgy. Micsoda? Hát a sörgyár is fent van amúgy. Ja, tudom, hogy fönt van a sörgyár, de ahhoz még kell még föld. Persze. Mert ugye ahhoz, mert mondjuk, ha mondjuk itt azt mondom, hogy itt lenyomom az árpát, akkor azt viszont a sörgyárba kell vigyem. Akkor még mindig nem jut a izébe, a malomba, meg a maghoz. Tehát akkor kell még egy föld, mondjuk a mellettünk levő, ugye? És akkor az például majd mehet a sörgyárba, ott a állandó árpa, na és akkor viszont megnövekedik a rögtön a szalma, és onnantól kezdve aztán fullon lesz a gyár. Jaj. Szalmával. Rossz gomb. Na, mindjárt 100 000 meg is lesz, aztán meg se állok a pellet gyárig, hogy induljon be. Rossz gombot nyomtam, egyet akartam nyomni, hogy lassítja. Most az izé, B-t nyomtam meg véletlenül, mert felement az asztal. Lassítani meg nem lassítok. Az igát ilyen, velem is már előfordult. Na még egy kicsi kell bele, és már mehetek is. Üdv, hello, Csakusova. Isten éltesen utólag is. Tudom, ja. Jó pár napja volt, de én éjszakázva dolgoztam, úgyhogy... De fel lett köszöntve. De írtunk persze, természetesen írtunk. Én is fölköszöntöttem, de annyit nem írt vissza, hogy izé bú vagy bá. Nem tudom, szerintem visszaírt. Nem neked tudom. Igen. De ja? Jó, hát neked ezt... igen, nekem nem. Most fordítva értem egy pár napig, úgyhogy... Úgyhogy most ezt nézzétek el nekem, hogy nem vagyok képbe semmivel. Na, és a pellet gyár beüzemelve. Bocsánat. És már újra aktív. Amíg hozok ide. Még legalább még egy adagot ide beborítok, egy 200 000 legyen benne. Egyébként jó pénzt hozott, mert ugye ebbe csak szalmát rakok. Tehát ugye semmi más nincs benne. És hát most egy ilyen adag szalmát, mit tudom én, el tudnék adni 5-6 000 euróért. Na most két ilyen adag szalmát hoztam ide, legyen 10 000 eurónyi szalma. És kiszedtem belőle pelletből 3 kocsira való raklapot, tehát 12 megy egy kocsira, tehát 26 raklap pelletet vittem el eladni. Amiért kaptam összesen több mint 500 000. 3 kocsinyi raklapot, 312, az 36, nem? Jaj, bocsánat, igen, 36. Jó, már is tudok számolni, már ezért koma vagyok, hülye időjárás. Ja, nagyon, én is emlék, zombi vagyok egyébként, srácok, szóval van kedvem efesezni, tehát nem olyan nyomott a izé hangulat streamen, tehát nem azért vagyok olyan, mert így kedvem efesezni, hanem mert olyan szalidé van, ez olyan vagyok, mint aki hallod, neki egy hete nem aludt. Na, szóval akkor 36 raklap jött ki belőle, igen, így most már javítva, igen, köszi. És a több mint 500 000 kerestünk vele, többek között abból vettem ezt a földet. Szia Gábor, hello!
Hello, szia! Szóval nagyon jóhoz az a gyár, és ugye, és beleraktam 10.000 euró értékbe szalmát, és kitermeltünk 500.000 belőle. Tehát az nem volt rossz üzlet. Hát nem. Úgyhogy azért mondom, hogy azért is fektettem be azt a 500.000 ebbe a földbe, mert hát azt a 500.000 már most behozta, ugye, mert viszek oda még egy adag ezért, szalmát, és már visszajött az ára. Úgyhogy annak, amit abból fektettem be ide. És akkor ezen még van, lesz még szalma, tehát ez még már pluszt hoz. Nem beszélve arról ugye, hogy ami lejön róla búza, ugye abból egy része megy a magnak, de a másik része ugye megy a malomba, ami szintúgy pénzt fog hozni. Úgyhogy simán erről a földről legalább 1.000.000 letermelődik így a gyárakba. Hát simán. Úgyhogy megérte azt a 700.000-es befektetést, mert a tulajdonképpen így az első vetés után már visszajön az ára, sőt, ugye már most visszajön, mert hogy ugye már úgy vettem, hogy még be se kellett vetni. Hát igen. Csak le kell aratni és mindent elhordani a megfelelő helyre. Hát általában földet, ha veszek, akkor úgy szoktam venni mindig, hogy legyen rajta kész tervény már, hogy lehessen aratni. Ha nincs rajta, akkor várok egy kicsit, megvárom a következő napot, és akkor legenerálja szépen a map magának oda valamit. Az, ha ilyen krumpli van rajta, vagy ilyesmi, akkor még megint várok egy kicsit. Mert olyat nem kérünk. És akkor rögtön most ebből, hogy kifizettem érte 700.000-et, ez most rögtön vissza is hozza az árát, ami rajta van. Azért fog lejönni róla azért búza is bőven, ahogy nézem, hogy már megy 55%-on vagy már most. Egy pótra való minimum lejön. Ja. Az meg nekünk meg már szuper. Már az elmegy a malomba, és akkor a maradék meg megy magnak, mert a magkészítőben most jelenleg van 80.000 mag készen, úgyhogy a vetni tudjuk tölteni a vetőgépeket. Sajnos műtrágyánk az még nincs, azt még úgy kell venni, mert még nincs annyi trágya, ugye még a 100 tehén még csak most lettek véve, a játékbeli nap most, ma, úgyhogy még nem termeltek úgymond trágyát, hogy lehessen belőle. Annyit, amennyit termeltek előzőleg, az már ugye be van rakva, az ott már készül valamennyi műtrágya, de hát az ugye semmi. Ugye ekkora földek vetéséhez az semmi. Plusz még ugye kellene a folyékony trágya készítőbe is, hogy a permetezőbe legyen permetlé. De hát ez mind ugye be kell üzemelni, hát nem is tudom, ez hanyadik rész? Negyedik? Negyedik része, nem volt. Negyedik, na. Tehát tulajdonképpen három rész telt el, ebből a 2 óra ment el. Azon kívül én egyszer játszottam csak egy délelőttöt itt. És az se egy egész délelőtt volt, csak egy 3 óra. Na, szóval itt tudom én, van durván 10 óra a mapba. Na most 10 óra alatt az elég szépet haladtunk. Jaj. Sziasztok! Jó játékot, fiúk, ment a like, szia Tomasz, köszönjük szépen. Szia Tomasz, köszönjük. Na, és már mindjárt megvan, hallod, a következő százas szalma. Ez jó. Úgyhogy lesz itt ezen a földön, úgy látom bőven. És már meg is van, már megyek is a gyárba.
Na, mi volt ez? Mentés? Na, hát Jocika is nem jött játszani, pedig lenne itt neki munkája. Pedig direkt kérte a Big Budot, hogy azzal akar vetni. Föl is lett téve a szerverre. Meg lehet vásárolni a Big Budot. De hát jó, hát végül is én is vagyok úgy, hogy nincs kedvem egy játékhoz, és akkor nem játszok alá, egyértelmű. Hát végül is én megértem. Meg hát a másik, hogy nem kötelező semmi, tehát... Ja, én csak abban reménykedek, hogy este 8 óra fele már le lehet kapni a játékot. Ja, és akkor abból lesz ma még egy stream? Tudom, meg kéne nézni. Hát úgy kéne, hogyha már izét lehet, akkor letöltődik, és akkor lehet csapatni belőle egy streamet. Ja. Legyen egy újabb tartalom, egy új játék ja. A csatornán, ami majd meglepetés lesz. Szia István, hello! Hello, szia! Egyébként srácok, nem tudom, hogy a Defes Live-ra kijön, vagy hogy kinézte a Need for Speed-et. Egy utóiratban, hogy én játszottam vele, még ilyet még elmentem dolgozni, meg úgy munka előtt is mentünk egy-két versenyt. Elértem a 71 szintet, tehát a maximum szintet, amit a játékban elérhető, mert úgy volt megcsinálva, hogy a csoportos menekülés, a Team Escape, hogy így mondjam, ő nagyon föl volt hype-olva, és ilyen mentem 10 darabot, az 1 óra, mert ilyen 5-6 perc alatt meg lehet csinálni egy kört, hogy így mondjam. És földobott körülbelül, és földobott 70-es szintre, és darabja 1 millió volt. Tehát 10 millió pénzem volt. És mondom, jó, hát vásárolgattam autókat, de mindegy, végülis nem is ez a lényeg, hogy kijátszottam a játékot, mert hát egy open world autós játék, ugye ezt akár még lehet játszani, hanem az, hogy van ugye két szerverük, ugye az orosz meg a lengyel. De most a lengyelnek van egy másik szerver, a lengyeles csapatnak, akik a lengyel szervert viszik. És azt a két szervert össze fogják olvasztani. És ezek például ezt is ki fogják javítani, hogy ne adjon 1 milliót, meg 5 szintet a egy verseny. Tehát az a lényeg, hogy bezárt a Need for Speed egy kis időre. Úgyhogy valószínűleg most nem lesz belőle stream egy ideig. Csak hogy tudjátok, hogy miért nincsen, hogyha esetleg valaki talán nézte, vagy tetszett, vagy mondjuk letöltötte, és mondjuk játszott vele, vagy mit tudom én, tehát az információ az mindenkinek információ. És hogy össze akarják a két szervet olvasztani, és megcsinálják normálisra azért a játékot, hogy ne az legyen, hogy belépsz, mit tudom én, egy óra, és akkor ott vagy fullosan, mert mit tudom én, tehát normálisan realizálják a dolgokat. És ezért a Need for Speed az most jelenleg kiesett a csatornáról. Jaj. Tehát lesz majd, csak 4 szerver, ahol lehessen játszani. Igen. Hát az orosz szerver az ott van egyébként, de igazából még nem nagyon kezdtem el. 2 szintű vagyok ott, tehát megnéztem, hogy azért az orosz szerver is milyen, meg az összes többit, hogy melyik, hogy, mit, merre. De igazából megvárom a legendek, mert az Apexot és a PL-t összeolvasszák, és ugye kíváncsi vagyok arra, hogy mi a végeredmény, mert ugye ezt Discordon írták, hogy 2-3 hét ez a leállás, tehát azért mondom, hogy számoltunk egy hónapot körülbelül, de lehet, hogy csak 2 hetet, nem tudom, majd figyelemmel kísérem a dolgokat, hogy haladnak, és azt mondják, hogy lesznek benne új dolgok, tehát új autódizájnok, meg mit tudom én, szóval elméletileg a koncepció, amit mondtak, hogy ígértek, ugye, az elméletben jó lesz, és tetszik is a dolog, csak nehogy úgy járunk, mint az FS-sel, hogy egy csalódás volt, idézőjelben attól függetlenül, amit vártunk, tehát ugye. FS-nél ugye ezt mondjuk, hogy nem csalódás a játék, mert jó játék, csak
Csak ugye amit ígértek, hogy ez és ez és ez és ez, és annak a fele nincs meg. Ugye. Hát igen, tehát az alapjátékból hiányzik az, amiről arról volt, hogy benne lesz. Tehát ez FS-sel ez, de amúgy egyébként 19 meg a 17 is nekem nagyon tetszik, bár ugye nem tudom, hogy mondtuk, de biztos, hogy a 15 és a 17 az te ég és föld volt a kettő, az előrelépés volt nagyon. De e között nem sok különbség van a 17 között, meg ez között a grafikai változások inkább, ami szembetűnő ugye. De végül is mindegy, srácok, ne térjünk el a témától. A lényeg, hogy várjuk a Need for Speed World-es szervet, legalábbis én. Mert nem zár be, mert azért 200 játékos azért ott van azért. Napi szinten voltak 200-on, 180 és 200 játékos között mozgott a napi játékos szám. Tehát olyan nem volt, hogy 100 alá ment vagy valami. Tehát így időtől függő volt, hogy délőtt játszottam vele 180, volt, hogy délután 190, volt, hogy este 8-tól nyomtuk 10-ig, akkor is izé volt 700 már, volt, hogy 2-10. Volt, az... hogy éjjel 1 óráig. Ja, volt, hogy reggel volt olyan, igen, amúgy, hogy reggelig fölkeltem, hát reggel ilyen 8-10 óra fele. Azt írt haverom, akivel nyomjuk, hogy délben lesz, délben jön. Mondom, jó van, kajáltam még, meg minden, azt déltől nyomtuk éjjel 1-ig. Folyamatosan. Tuningoltuk a kocsikat, meg ilyenek, szóval. De, úgyhogy meg remélhetőleg javítják a kifagyást is, mert amikor leállt egy szerver, karbantartásra leálltak, akkor izé utána, amikor elindult, akkor elkezdett nagyon sokszor kifagyni a játék. Meg volt olyan, hogy nem dobott be a versenybe se, de inkább az, hogy kifagyott. Tehát volt olyan, hogy kifagyott, elindítottam, mondom, hogy újraindítom, ott megint kifagyott. Még be se töltött, de már kifagyott. Úgyhogy valószínűleg ezt is javítani fogják, mert azt is írták, hogy tényleg, tehát össze akarnak tenni egy olyan szervert, amihez körülbelül nem kell hozzányúlni, tehát. És ugye, az mindig jó. az mindig jó, hogyha valaki egy olyat akar összehozni, de hát ez is olyan, hogy Isten, hogy egy ember tervez, Isten végez, tehát hiába akarod úgy összerakni, hogy patent legyen, valami mindig közbe jön. Ugye. De hát, na. Szóval az, a World-el az a helyzet most. Igazából nem sajnálom, tehát nem az van, hogy hú, beleöltem x millió órát is, hogy most oda lesz mindenem. Mert tény és való lesz egy reset, tehát mindenki nulláról indul, újra kell kezdeni az egészet. De most ha figyelembe veszem azt, hogy de nem biztos. De írták, hogy reset lesz. Hát igen. Azért összeolvasszák a két szervert, és ugye... És nem adnak semmi kompenzációt? Hát azt nem tudom, arról még nem mert volt ugye szó. Regisztrálva vagy, érted, és hogy esetleg valami kompenzációt tudod, mint más játékoknál, hát, hogy akkor kapsz, mit tudom én, ilyen gemet, vagy ilyeneket, tudod? Lehet, nem tudom, lehet, hogy kapunk valamit. De végül is azért nem sajnálom azt az egészet, hogy most oda lett az akkuntom, mert... hogy hát akkuntom, hát a cuccaim, a pénzem, meg az autóim. Mert végül is tényleg az volt, hogy fölmentél és egy óra alatt fullos voltál. Ezt ugye utána jöttem rá, mert ugye én nem tudtam, hogy ez ugye ilyen, hogy ilyen föl van hype-olva és ennyire izét adja a pénzt, meg minden. Tehát így úgy visszagondolva, hogy ugye ezt már tudom, így azt mondom, hogy végül is kérem szarja le most, érted? Mert hogyha még azt mondom, hogy pénzt töltem volna bele, vagy valami, vagy mit tudom én, vagy... Tehát nem tudom, tehát ezt így nem lehet sajnálni. Inkább az, hogy az ember kíváncsi az, hogy tényleg, hogy megörül, hogy foglalkoznak a játékkal, ugye így is, meg hogy össze akarnak tenni patent zerót, hogy ne legyen semmi baj. Tehát tényleg ez jó. De érzékelhető egyébként ez a változás, hogy mindenki neki úgymond, már ez kellett, ez olyan volt, hogy ez kellett, nem tudom. A Discordon folyamatosan írják, hogy ez tök jó ötlet, meg minden. Meg hát mégiscsak azért régen azért mondom, hogy én egy évet toltam a eredeti Need for Speed-del, amit még a EA üzemeltetett, ugye, és egy év alatt 25-ös szintre jutottam el. Jó, nem nyomtam így, hogy 24 órában, és úri mellett, meg ilyenek, de
azért ott azért egy verseny adott 3000 kreditet, és akkor a javítási költség is be kellett számolni, tehát azért nem mindegy. Meg ott ez a 300 000-es kamaró, hát emlékszem, hogy farmoltam napokig, hogy összeszedjem a 300 000-et a Chevrolet kamaróra, és akkor tök boldog voltam, hogy hú, de jó, megvan végre az autó, és most megint nincs pénze, megint versenyezni kell. Ez volt a jó, nem? Igen, jaj, hát ez a, úgymond ez a grindeléses téma volt, hogy grindelni kellett, de viszont élvezted, ne jó. De viszont ugye erről szólt a játék. Az, hogy most egy főmész és egy óra alatt kinyomod magad fúra, akkor ma utána már nincs értelme. Elveszti a varázsát. Hát igen. Hello, sziasztok! Kusok közben írt, hogy a Chrome az cheat mióta. Köszöntem azóta Brunello. Szóval, szia Kohi és szia John Deere Bálint. Hello, sziasztok! Rátok. Kezdek egy kicsit felébredni, Ambi. Hála Istennek. Idézőjelben felébredni, nem vagyok annyira kóma, mert most nem vagyok meg fáradt sem, mert aludtam, csak ez az idő. Ez most nagyon, nagyon szarul jött, hogy amikor elmentem tegnap délután, hát jaj, délután dolgozni, full meleg volt. Azt este 10 órakor kimentem egy cigire szünetre, szétfagytam olyan ideg volt. Már 10 órakor. Gyorsan jött ez a hideg. Jó, hát mondták, csak hát hülye fejemmel elfelejtettem vinni fölsőt. Jaj, gyerekek, nem tudom, hogy ki hol lakik, ki merre van, és kinek mi a terve, de hétvégén Báboldán ugye lesz a mezőgazdasági kiállítás, ahol a Laza MGTS is ott lesz. Úgyhogy ha valaki esetleg jön, akkor be fogunk onnan jelentkezni élő kapcsolatba valószínűleg, aztán majd meglátjuk, igen, ha sikerül-e, de ez a terv egyelőre, és hogyha ha sikerül meg minden, és akkor ott írtok, hogy ti is ott vagytok, akkor megkeressük egymást feltétlen. Ja, meg hát egyébként srácok, Laza MGTS és pólóba leszünk, szóval ha valaki meglát 6 kilométerről, hogy húha, akkor is oda lehet jönni, vagy ilyesmit. Ami nem biztos, hogy fog látszódni, mert 20 fokot mond maximumra és szakadó esőt, úgyhogy hát lehet, hogy a pólóból sok fog látszódni. Hát igen, végül is ez is lehet. Nem baj, majd szétfagyok megint. csak azért. Majd kívülre veszik fel a pólót, hallod? Ja, amúgy tényleg azt kell. Hosszú pólót veszünk alá, azt arra rá. Ja, azt arra ráveszünk, ezt ennyi. Azt írja be John Deere-ben, hogy de jó lenne, el tudnék menni, de sajna messze van. Hát nekünk is messze van egyébként. Ja, hát nekünk sincs közel, mert 3 órát fogok vezetni, hogy odaérjünk. Plusz szünetek, már azért meg kéne állni. Hát útközben azért csak meg kell állni egy kávéra, meg ide-oda. Úgyhogy el fog tartani egy darabig, míg odaérünk meg vissza. Majd, de hát figyelj, ez egy jó kirándulás, egy jó poén. És hát ugye test közelből ugye ott nézhetünk olyan járgányokat, ugye, amiket ugye az ember mindennapokban nem lát. Meg hát ugye ott be is mutatják őket, hogyan működnek ugye kint a területen, a szántóföldön. Meg hát plusz ugye be is lehet beléjük ülni, meg ilyenek, szóval egy jó kis izé lesz, poén lesz, és hát nem egy YouTube és Twitch csatorna fogja képviselni ott magát, akik farmingot live-olnak, úgyhogy egy végül is egy nagyobb buli lesz így, mert sokan leszünk ott. Jaj. Nekem iskola Báli, szombaton iskola, hát mentem eldobom itt a kombájn, szombaton jaj, iskola. Jaj. Abban régen még volt szombati kötelező munkanap, meg iskola, de már nem olyan világban élünk. Mondjuk külföldön sincs eszem, bár lehet, nem tudom. Na mindegy, szóval szombat az nem iskolai nap, az munkaszüneti pihenő nap. Jó, mondjuk a vasárnap az igazából az a mi ünnepirozsat is, hogy munkaszüneti nap. Vasárnap nem dolgozhat. Csak... Lássai, megint megtelt. Ja, hogy szombat az... Mizu. Mi van, Kohi? Kétszer jövő, hogy Mizu. Hát mesélünk, itt mesélünk, Kohi. Itt mondjuk folyamatosan a dolgokat, az infókat, mindent. Ja. Tudná segíteni kis? Persze, kurva, majd mit tudom én, dobjál Steamen valamit, vagy itt tudom én, bökjél rá, vagy írjál Facebookon, vagy itt bánja a tököm. Jézőjelbe, keresd fel, az a lényeg. Van lehetőséged bőven. Ja, válasz egyet. Van Steam, van Facebook, van
izé, még lazen BTS-es Facebook is van. Van TS, bár azt nem, nem tudod a TS. Nem, TS-t azt nem. Most már nem tudja, igen, mert már nem tudom, csak öt ember tudja, azt hiszem, Bálint, ugye mi ketten, Jocika, meg Béci. Béci meg megtalálta. Ja, a BC az megtalálta, az jó, hát nem volt, volt. Nem volt izé könnyű, vagy nem volt nehéz. Csak kinyögöm, már nem volt nehéz egyébként, mert a referenciában biztos, hogy ott vagyunk. Akitől béreljük a TS szervet, referenciában ott vagyunk. Igen, mert hát ugye ez nem egy két napja bérelt szerver. Igen. Ez évek óta bérelt szerver. Tehát referenciában ott vagyunk, és aki keres, azt talál, szokták mondani, na hát ez itt is így van. Meg van ugye egy halom oldal, a TS szerver kereső beírott, hogy ja, kulcs szavakat, vagy valami, ezt már dobjuk. De jó, nem kell ötleteket adni. De hogy is? Aki rafinált egy picit, az úgyis megtalálja. Mondjuk tök mindegy, mert live-on kívül nem nagyon vagyunk fent, úgyhogy. Ja, másik meg be van konfigolva, tehát. Meg hát ha most meg is találod, föl is jössz egy szobába, ugye, ahol be tudsz jönni, úgymond, ahova berak, és azon kívül sehova. De, hát a gaming, a izébe lehet, a társadalomba, meg a, meg a sima gamingba, abba be lehet. Azt úgy van, hát megcsinálva direkt. Hogyha aztán úgy annyi. Az úgy van, de az izében a fő szobájában nem lehet amit. Meg hát ugye nem is vagyunk fönt, tehát hogyha nincsen live, akkor nagyon nem vagyunk fönt, mert minek legyünk fönt, hát tudunk mit hogy beszélgetni egymással. Hát ja, azért a kulcsóban van, neki van TS IP-je, hát nekem is van egy halommal, tele van az izé kedvencek sáva, TS-en. Mennyi kell, hallod, mennyi kell. Meg lehet a napraforgó előttest is kiadjam a cégnévet, iskola lesz, jaj Bálint, bazd, hát ilyet. Kiadni egy jó aratást. Ja, egy jó napraforgó aratást, tehát Szotyit azt, közben meg zabálni. Hát inkább izét, viszek igazolást a doktor úrtól, hogy izét, beteg voltam. Leírom, Tokióhoz azt meg volt, hogy izé, megy a hasad, azt nem értem ennek. Van még szülői igazolás is, vagy már nincs? Ja, mert egy szülőigazolás is van, meg ment a hasad, nem tudtál menni. Aztán menj, arrasd a Szotyit, annak több értelme van. És a várnak megvan ez itt. Hát jó baj, van. Jó van az akkor. Jó, hát. Most hogyha neki följön, akkor megkérdezik, hogy ki ő, mi ő, mi csinál itt. Ennyi. Szoktak. Előfordult egyébként, már, ja. hogy följöttem, és volt fönt valaki. Hát rögtön megkapta azért IP bandját, úgyhogy. Hát de nem azt az igazság, hogy kérdezett tőle, hogy ki az, mi az, mit csinál, az semmi válasz. Azt megkapta az IP bandot, az kész, többet nem jön ide, ennyi. Arról az IP-ről ő már nem tud jönni. Hát mert még azt mondaná, hogy mit tudom én, egy nézőtök vagyok, vagy mit érted, tehát, vagy valaki. Azt mondom, jó van, na, de tök izé, semmi, érted, normálisan közön, mert minden. Apa neki az mindig semmi válasz. És ott volt, mert izé volt. Tehát lehetett izéni, hogy ott van fönt van, mert a mikrofonja az izé. Ja, meg volt, hogy volt itt, társaság volt itt. Ja, nem győzt kibannolni őket. Ja, itt izé bandáztak. A vendégszobába. Ja, amúgy ez igaz. Azóta már lett egy kis izét, plusz védelem is rajta, úgyhogy most már. És már nem úgy van, most már azért repülnek a bannok rögtön. Ja, ha vágunk is a Drenko izé, Echo adta meg neki a IP-t. Ja, hát Drenko is itt bandázott. Ja, amúgy de nem. Hát Drenko az már Discordozik. Én mondjuk nem szeretem a Discordot, de a Need for Speed véget leszettem egyébként, mert van Facebook oldaluk, meg minden, de a Discordon előbb kapod meg az információkat, mint akárhol. Volt olyan, az is kemény volt, nyomjuk nagyba, este volt 10 óra. Azt itt egyszer csak izé jön egy üzenet, ugye, hogy mentsőned, ugye, hogy megemlítettek egy posztba, ugye hashtag everyone-nal, hogy
mindenki lássa az üzenetet, hogy egy óra múlva karbantartás. Mondom, faszom, mondom, akkor megyünk még egy versenyt, azt ki is lépünk. Akkor fixálták a launchert. Volt is új launcher, vagy kettő. Utána. Hétvégére esik. Mi esik hétvégére? Az aratás? Az aratás az... Most hétköznapra esik, mert mi aratunk. Ja. Szombaton úgyis ezért eső lesz, úgyhogy... Esőben még nem lehet aratni. Ja. Meg most amúgy se lehet, mert most jó megázott. Most nagyon, nagyon vizes. Ha csak nincsen szárító, hogy bevinni oda, akkor annyi neki, bepenészedik. Persze, kusol meg itt tér, amikor megy a stream. Hol? Hát ez tényleg. Várjál kusolva. Van itt még egy csíkom, mert... Vagyis, hát ezzel egy, most kettő, de... Ja, most írkálsz, akkor látszik a streamben. Nem látszik, az overlay-t nem veszi. Úgymond úgy overlay-t, hogy a Steam overlay-t, mert a simát azt veszi, mert főrugom, ha nem veszi. Ja. Akkor kúpot kap. Na még ezt az egyet elviszem oda, azt utána én már többet nem hordok oda már. Na most már, akkor mennyi lesz ott? 400 ezeret vittem be oda. Nem, hogy a izit. Mit akarok mondani? Ja, hogy nem, hogy a pótot is elvitted volna, mert tele lesz mindjárt a pót. Hát valószínűleg miért nem ürítetted ki? Ja, mert... Na majd mindjárt, akkor mindjárt visszamegyek. Elő van mindenkit is. Hát több... Ja, persze. Persze. Mennyi van a pótba? Mindjárt 100 ezer. Ja, de mindjárt megyek, azt rakok még benne. Legyen benne a 100-as, és akkor elhozom a malomba, jó? Jó. Szóval... Ja, egyébként nem szeretem a Discordot. Én idézőjelben mondhatni, nagyon ellene vagyok, de szükség nagy úr mondhatni. És hát mondtam, hogy jó van, ennyit beáldozok végül is. Jó, hát én például ezt a szerverreállásos témát se tudnám mai napig, hogy vagyok ezt az összeolvasztásos témát. Csak úgy, ezt csak észrevenném, hogy hát nem megy a szerver, miért nem megy. Tehát ezt se tudnám, hogy mik a terveik, szóval kifejezetten most jó volt. Hoppá, nem is 400-at hoztam ide már, 500-at. Lol. De nézzük, mit írtál. Behoztam ide már 500 000 szalmát, hallod. Hú, annyi pénz lesz, mint az állat. De már több mint 1 000 000 euró, amit itt ide behordtam. Húsova itt vagy még a streamen? Biztos itt vagy még a streamen. Nehogy azzal izé, ne Windows-zal írjál CD-t. Overishow-val megvett. Overishow-val, tehát ami regisztrálva van, mert különben nem tudsz vele CD-t írni. Vagy mondhatom a öreg, őskori, idézőjelben, úgy őskori Nero CD, Burn Express, vagy mi az, hogy a Nero. Ja. Ami idézőjelben úgy őskori, tehát nem lenézem, hanem hogy 6 000 000 éves, és még mindig mai napig menő a Nero. De van a alkohol 120%, azzal mondjuk isóképeket lehet kiírni. De szerintem neked bőven jó a Nero, arra amire neked kell. Én mondjuk ha nagyon ritkán írok CD-t vagy DVD-t, de hogyha írok, akkor ugye nekem megvan a Powerishow, meg van véve. Mert mondom, az egy tök jó multifunkcionális balhé. És én azzal szoktam írni egyébként. Mert ha nincs megvéve, az a trükk, hogyha nincs megvéve, akkor azt hiszem 600 megáig vagy 300 megáig tudsz vele írni, meg isót csinálni, tehát valahogy így. De mondjuk ezt véletlenbe a tanyára is, nem? Ezt majd ott valahogy leüntjük. Mit? Hát ezt a balhét, a kombányt meg így. Ja, hogy nincs is több? Nincs. Mennyi van a kombányban? 65. 65 ezer? Ez silóba bele tudod nyomni. Nem tudod belenyomni a silóba. Nem tudom belenyomni a silóba, pótni. Majd mindjárt ebbe belenyomod. Jó. Csak ezt akkor elviszem a izébe, a malomba. Szia Jankó, hello közben. Szia Jankó, mi a helyzet? Rég dumáltunk. Szia Jankó, hallod? A izébe lehet, hogy beveszi, mert a magkészítőbe kell nyomni.
Mit? Azt, ami ja. A kombányban van. Próbáld meg belenyomni a magkészítőbe addig. Elvileg jövő héten fogják, meg van szállító is, ezt írja John Deere Bári. Na, van szállító. Na, hát azért mondom, hát az kell, mert bepenészedik. Most már eléggé visszajön a nedvesség tartalma, mert most már nyírkos az idő, esik az eső. Most már így nem jó, nem lehet eltárolni így. Szóval, ja, havernek akarja én kúszóval. Azért mondom, hogy Néróval. Magkészítő, várja, az melyik az a... Az a ott van, megtalálod. A legelső, a víztartajtó. Ja, aha. Ah, belemegy, faszva. Imádom ezt a modot. Akkor jó, akkor engedd bele oda. Imádom, hogy normálisan működnek a triggerek. Na jó, már meg van csinálva. Hát ja. Egyébként, Krusova, jó az a, ez a nótás dolog, de tippeim szerint vagy kocsiba kell a CD, vagy izébe, hifibe. Ilyen CD-s, palés, hifibe. Manapság már pendrive, meg bluetooth, meg mit tudom én, wireless, meg izé, anyám kínja. Még kocsiba is. Na akkor folytassuk a szalmát, hát rengeteg van még. Mi van? Hát semmi, mi rengeteg van még. Az a izé, hogy megyek ki itt sort hármat majdnem, aztán már tele vagyok. Hát a 500 000 vittem már a gyárba. Ez már a többi, ez már bejön a tanyára. Tehát ez már hál' Istennek nem kell messzire vinni. Ez már tartalékba megy, ez már silóba megy. Egyszer pótkocsival a izé felé kell járjak, cukorgyár felé. Már? Hát onnan a silóból beönteni egy kis izét, cukorrépát. Hát megyek akkor, már pont benne ült. Meg a izét, meg a... Egy adag komposztot felhozni, aztán megint egy adagot felhozni. Legalább 100 000 komposztot felhozni, de lehet ugye az összeset föl lehet hozni, mert nem baj, ha nincs tele a pót, mert út közben esik a biofuel gyár is, és ott is van már 160-170 000. Ugye be kéne hordani ide egy helyre, silóba. Vagy rögtön a izébe, majd a almásba, úgymond gyümölcsösbe. De úgy izéltem, hogy egyelőre beide a silóba, és akkor, hogyha összegyűlik annyi, nem tudom, hogy hány gyümölcsös van, nem néztem. Négy. Mert hogy úgy kellene mindegyikbe legalább 100 000-et belerakni egy póttal. Négy. Tehát amíg nincs meg a 400 000, akkor addig nem beüzemelni. És akkor még abba kell műtrágya, ami valószínűleg az úgy lesz, hogy ugye mivel még mindig nem igazán tudunk termelni, mert még nincs annyi trágya, hogy az valószínűleg úgy lesz, hogy a pótkocsiba megvétellel. Ami nem érdekes, mert ugye visszahozza az árát bőven. Tehát egy kis befektetés a műtrágyával, de utána nagyon sokszorosát visszahozza a gyümölcsös. A komposzt meg ugye ingyen van. Mert ugye melléktermék. Ugye még üzemel még a tanyán is megy egy komposztgép. Tényleg azt meg is nézem, hogy kell-e beleöntsek. Ha kell, akkor viszek abba is még szalmát. Az nagyon kicsi a tárolója.
az üzemanyagtárolója is. Mondom, belelökök egy, mit tudom én, egy 30-40 ezer liter üzemanyagot. Úgy ízett, hogy 40 ezeret hoztam bele, mondom, annyi jó lesz bele. Ez nem is tudom, valami 15 ezernél több nem megy bele. Komposztgép? Aha. Lord. Valami 15 ezernél megállt, mondom, mi az Isten, azt nézem 100%. Az igen, mondom. Meg a izé tartálya is csak izét. Azt hiszem 250 ezres. Tehát jó, ez megoldható ugye, hogy többet rak le az ember belőle. De az igazság, hogy az üzemanyaggyár, meg ugye a biofuel, meg a cukorgyár, az termeli a komposztot rendesen, úgyhogy... Hát ja. Úgyhogy azzal el leszünk látva. Csak ugye kell egy alap, amivel el lehet indulni, hogy legalább mindegyikben legyen 100 000. Hallod, bekanyarodok, ott megtolta a pót a traktort, azt díjfal. Na az igen. Igen. Hol? Mi? Hol? A cukorrépát raktuk a cukorgyárba. Ja. Az olyan, hogyha belemegy egy-két póttal, akkor nyugodtan. Ja, szerintem két pótkocsival belemegy. 800 000, meddig van ez? Ja, elméletben igen. Mert azt mondja, 1 000 000 fér bele. Ja, az 800 000. Na. Hát akkor jó van. Ja, 810. Hát akkor majdnem két póttal bele. Hát végülis egy póttal beleraksz az elég. Várj, mennyi? Azt hiszem 160 ezer. 170 ezer komposzt van benne. Na, akkor 170 ezer. Annyi van a izébe is, biofuelnél is. Igen, mert nincsenek meg a izi, a pótkocsiaim. Itt össze tudtam rakni mindig. A 17-ben mindig összeraktam, és amikor ilyen nagy mennyiséget kellett szállítani, akkor lejöttem valószínűleg, fölvittem. Na ugye ott is úgy volt, hogy nem ilyen izi TS mapon játszottunk, hanem ilyen nagy méretű mapon, és az egyik térképnek az egyik sarkából a másik sarkába kellett vinni, és mondtam, hogy hát én biztos nem fog kétszer menni. Úgyhogy fölcsatoltam plusz pótot, mert volt egy 100 000-s, meg egy 150, ugye egy 50-es, és akkor ezt fölcsatoltam, a kicsit meg a nagyot, ugye a 150 ezer, és egy szépen elhoztam a 150 ezeret. De volt olyan, hogy abból is kétszer kellett menni, mert 300 ezeres témáról beszéltünk, ugye. 10 ezer literes a komposztgép tartálya, üzemanyag tartálya. Ez kemény. Ja. Jaj. Hát megcsinálták volna a 100 000-esre. Kemény. Meg a izét is, a befogadó képességét is legalább 500 000-ra. De hát gondolom azért van így csinálva, hogy többet rakjál le belőle. Lehet. Hogy akkor tudsz csinálni egy ilyen nagy telepet, tudod, hogy... Mit tudom, ott van 5-6-8-10 ilyen gép. Hát akár. Ki a francnak kell, így kiszámoltam. Mondom, kell a rosebbnek annyi, mondom, hát itt van a izét, a üzemanyag készítő, meg a izét, meg a cukorgyár. Kettő együtt kitermel bőven, hát ez már megy, mit tudom én, hány órája, és csinál 19 ezret. Na, nagy mennyiség. Ja, többi meg 170 ezre. Hogy meg kell csináljam a kis pótkocsimat. Ja. A kis pótomat, azt meg kell csináljam a 19-es. De hát igazából mindegy, lehet mondani, hogy ezt is meg kell csinálni, azt is meg kell csinálni, de ez az végén meg az, a végén meg arra jövök rá, hogy nincs időm semmire. Meló, meg minden, a tevékenykedés, meg egy kis pihenés. Na. Hát ez is. Állj meg! Hallod, itt bekanyarodtam, nyomtam az R betűt, azt kitolatott a traktor. Magától kitolatott. Úgy, hogy a menübe voltam. Na, az igen. Szóval, hogy egy kis pihenés, meg minden, azon kapom magam, hogy hú, holnap már megyek el megint dolgozni. Szóval, ja. Hát jó, hát ez végül is az az életrendje, tehát, hogy kiállsz, dolgozol, ezzel, de... Na, szóval nem panaszkodok, csak hogy így mindig azon kapom magam, hogy ezt is fekezzen, meg azt is, akkor meg ú. Vannak dolgok, ugye, amiket
hogy előtérbe kell helyezni, és így azokat kell ugye megcsinálni inkább, úgymond a való életben lévő dolgokat, hogy így mondjam, csak utána úgymond ezt a hobbi szinten, ezt a virtuális moddolást úgymond. És hát, na. Egyébként ugye jut időben, tehát, hogy volt idő, mert megcsináltam a mapot, tehát a sörgyár is megvan itt a mapom, tehát... Ja, az van. Is be van építve a mapba, csak még nincs letéve, de egyébként ott van menübe, tehát már meg tehát lehet nézni. Igen, tehát az, azért itt van Goval Company-ba, itt vannak a, itt a Brawlery, tehát... De ahhoz izé kell, árpamoláta is kell ám, azt ugye tudod? Tudom. Meg ott van a dohánygyár is már, nem? Nem, az nem csak benne, mert az még tesztelés alatt van. Nincs benne a dohánygyár? Nem, hát az tesztelés alatt van még. Ja, csak a mapba van beleírva? Igen, a mapba bele van írva a dohány, igen. Azért mondom, hogy a mapba beleírtad, mert a menüben ott van a dohány, cigaretta, eladás, minden. Igen, persze, hát a mapba az benne van, az itt van. Itt van, marbulus, toku, igen, meg igen, minden. Az. 6912 euró, és a Lidlibe veszik. Ez ilyen régi régi flash, hogy amikor még a kóba lehetett venni a cigit. Ja, meg hát minden kis boltba, ugye. Igen. Tehát a dohány is alakul már, úgymond a cigigyár, így mondja. De egyébként a gyárnak a modellje is megvan már, tehát script ügyileg kell írni a dolgokat, csak azt ennyi végül is, nem tart sokáig. Szóval azért mondom, hogy azért haladok én a dolgokkal, mert egy-két dolgot azért beléptettem a mapba, csak hát ugye idő, mindegyik idő. És ugye abból általában mindig kevés van. Szia Peti, hello! Mi a helyzet, Peti? Hello, szia! Köszönjük szépen, Peti, a támogatást egyébként, mert most abból hosszabbítottuk meg az FS szervert, úgyhogy... Vagyis hát adj... Igen, igen. Tehát az is az hozzá is. Adódott. Így van, így van. Mert hogy erre költjük, hogyha valamilyen támogatás érkezik a csatornára, akkor azt a szerver hosszabbítására költjük. Na. És most kellett hosszabbítani, pont lejárt a szerver, ja. Úgyhogy a donatedet beolvasztottuk rögtön a szerver bérlésbe. Így van, szóval köszönjük még egyszer az adományt. Jaj. Közi. Nem megyek 40-et, mert veszélyes az a... Veszélyes az a sok komposzt, hallod, olyan súlya van, hogy előbb fékeztem, és tolt egyenesen tovább. Persze, a teltól. Hát azért csak 100.000 liter van benne. Ezt hova kéne vinni, a farmra? A farmra, be a silóba. Oké. Nagyon szívesen ezt kérde, Peti. Nem sok támogatást szoktunk kapni, de azt erre költjük. A fő támogatónk ugye Jocika, ő olyan szinten azért ő a fő támogatónk, mert ő már nagyon régóta támogat minket ilyen szinten, és például a TS szerverrel is, meg játékkal is, nem egyszer volt már, hogy ő vette a játékot is a Laz MGTS részére, hogy ezzel támogasson minket, szóval azért ő a fő támogatónk. Amíg valaki át nem veszi a helyét. De ahhoz sokat kellett tenni az asztalra. Igazából az. Meg hát egy baráti viszony is, tehát. Persze, tehát szinte már családtagnak számít. Ja. Tehát személyes kapcsolat is. Így van. Tehát ő fogadtuk, volt itt a otthonunkban is, meg minden, úgyhogy egy baráti társalgásba vett részt, meg hát ő barátunk. Tehát az egy más szint, tehát.
Igazából mi itt ugye itt ez az MGTS végül is egy családi közösség, tehát ti is részei vagytok, Igen. ugye, de ugye van ugye ennek is több fajtája, több része. Mondjuk úgy, hogy közelebbi ahhoz, hogy Jóci bácsi van, tehát. Igen, Jocika az közelebb, igen. Tehát ugye ezzel így minden is. Igen, mert mi tulajdonképpen itt úgy vagyunk, hogy itt egy nagy család vagyunk, itt lazák együtt, igen. Akik itt vannak velünk, és hát aki ugye ehhez akar csatlakozni ez a családhoz, az ugye megteheti bármikor, de vannak, akik csak ideglenesen csatlakoznak és továbbállnak, nem kényszerítünk rá senkit, aki akar az marad, aki akar megy, tehát mi össze-vissza live-olunk, ahogy időnk adja, azt live-oljuk, amivel akarunk játszani, azt fogjuk live-olni, amit a nép akar, mert nem megélhetési streamerek vagyunk, úgyhogy itt ezen a csatornán mindig akkor van live, amikor ráérünk, és pont azzal a játék, akarunk játszani egy játékkal, és azt mondjuk, hogy akkor ez jó van, menjen live-ba a csatornára. Tehát ez nálunk így működik. Jaj. Meg ugye azt szoktuk nézni, tehát egy idézőjelben nézni, hogy ugye mondjuk most pörgött három játék a csatorna. Ugye az ATS, az FS, és ugye akkor jött be ugye a Rebel Galaxy, akkor ugye még a Need for Speedről még szó sem volt, ugye. És hogy ugye beszélgettük, hogy na most volt FS, most volt két ATS, akkor most a Rebel Galaxy jönne ugye, úgymond idézőjelbe, hogy az is haladjon, úgymond a sorozat, hogy így fejezem ki magam. Aztán ugye volt úgy, hogy kijött úgy, hogy jó, akkor most nyomok egyet, és akkor utána nyomtunk egy másnap, mondjuk egy ATS. Aztán ugye volt, hogy akkor este nyomtam megint egy Rebel Galaxy-t, tehát igen, ez ugye úgy van, hogy amivel kedvünk tartja, azzal játszunk, de ugye azért én, vagyis hát úgy közösen ugye apával itt szoktuk nézni, hogy mi az, ami tényleg már régen volt, és mondjuk van kedvünk hozzá, és akkor csapassuk. Tehát azért szoktunk azért így csatornára nézni, tehát figyelünk azért, hogy arra is, hogy mit live-olunk, de főként igen tényleg az, hogy mihez van kedvünk, mert most ugye látjátok, hogy volt három rész Need for Speed, azt hiszem, volt utána két ATS, aztán ugye nem voltunk ugye meló miatt, meg minden, és ugye FS úgymond idézőjelben régebben volt, tehát szerintem egy hete volt utoljára FS, úgyhogy számolom a napokat, mert én is három dolgoztam, úgyhogy azért így nagyjából, meg hát úgy mondtam, hogy most lefesezzünk, most átteljesezzünk, nem, itt kamionozgattuk, kormány is, most akkor megint le kell ragasztom a kormányt. Jajajaj. Azt faszom, így le kellett vakargatni a izéről a fényes asztallapomról a két oldalú ragasztót. Jó, hogy szerencsére lejött, mert ugye fényes, és lejött, egy sima dörzs is, kis izé mosogató szivacsal, nem azzal a durvával, hanem a finomabbikkal, mondom, hogy ne karcoljam azért fel az asztalt, szépen kis vízzel lejött, ugye, hála Istennek, de uff, szóval, de muszáj oda ragasztani tényleg, hogy valamit kell elkezdeni, mert na, igazából... Most ehhez volt kedvünk tulajdonképpen. Hát igen, tehát most kivételesen. Rég is volt, és kedvünk is volt hozzá, úgyhogy az élet most per pillanat FS. Hali jó játékot, rég találkoztunk, szia Balázs, pont témához kapcsolódik, igen, erről volt pont szó, hogy Hello, szia! Igen, rég találkoztunk. Rég voltál itt. Igen. Mi itt voltunk? Nekem is van csatorna, de nem akarom reklámozni, de csak mint nézni. Az jó, Peti. Ingyen szup. Nem igaz? Viccelek. Szóval, ja. Amikor mihez van kedvünk? Például ugye a legutóbbi, ez a live előtt, ugye nem volt kedvünk se ATS-hez, se izéhez, se FS-hez, semmihez, és akkor megbeszéltük, hogy jó van, akkor nem lesz izé live, meg minden, úgyis izé reggel meló, meg mit tudom én, meg így, meg úgy, és akkor a végén izét
Én elkezdtem Minecraftozni, és akkor mondhatom mi, hogy ez, ó, Minecraft, azt mondja, hát, hoz van kedvem, azt mondja, hát izé, nem tudjuk live, ha menjen live. És akkor live-oltuk azt. Ja. Tehát azért nálunk ez így is működik. Ja, hát ezért ott a Minecraft, az akárki, akármit mond, ugye ez mindenkinek így eldönti magának, hogy tetszik-e neki, vagy nem tetszik. Ugye mindenki régen nagyon sokan mondták, pixel grafika, meg fúj, meg itt vagyunk. De most itt, ha azt nem is nézem, mondjuk a grafikát, mert egyébként nekem, kifejezetten nekem bejön a Minecraft a grafikája, főleg, hogy ezzel az RTX-es balhéval, ezzel a Ray Tracing-es balhéval olyan grafikát adtak a Minecraftnak, hogy megszólaltam. Tehát itt néztem is... A shaderrel milyen? Hát ja. Hát a shader, hát ugye a tükröződések, meg minden. Hát behugyoztam kajak, amikor megláttam, hogy ez durva. De visszatérve a témára, hogy azért a Minecraft az tényleg a kreativitás, egy chilles játék, el vagy ott magad craftolva, tizé bányászkod, tizé, tehát az tényleg az a akár bármelyik korosztálynak, akár mikor belép és elcsillezgetik, elnyugizik ott a kis saját világába és azt csinál, amit szeretne, tehát az... Fél pótkocsizével jöttél komposztra? Ennyi volt benne több. Na hol? Hát a cukorgyárba. De mondtam, hogy megállhatsz út közben, ott mentél el a üzemanyagos mellett. Ja. Hát ott még van 160 ezer. Ja, akkor megyek még, szóval. Azért mondom, azért nézem a izét, mondom, 70% mondom. Mondom, hogy? Utolsót hozod már. Hát ott még van még 160-170 ezer. Azt írja Balázs, megkezdődött a 9. osztály, ennyi az oka. Aha. Hát kitartás, Balázs. Súly az fontos. Ja. Nem a kitartás, Balázs, jó van, persze, kitartást, és tanév vágod. Hát tűzi, csak ügyesen, hossam. mit kiválhatték, sikeres tanévet, vagy ilyenek. Én is voltam benne, tehát ugye ezzel mindenki áttesik, én is lenyomtam a 8, meg a 3 év, a 11 évemet. Szerúmentés, vagy nem tudom. Nem. Én béreltem egy Big Budget. Ja, ó! Ez mi volt? Megdobott a patka. Vagy lag, nem tudom. Az nem én voltam. Én is el tudok vele finomkodni, igen. Finomkodni. Csak nem tudtam, hogy kell kinyitni az ajtót, ezért kitöröltem. Jobb klikkel. Mondjuk attól függ a vasajtónak redstone járkát, tehát. A Minecraft felkapod, de szerintem tökről játék, főleg az 1.14-en szinte minden van már benne. És járja, igen. Na például nekem pont az nem tetszik. Hát a 14 az már nagyon, nem tudom, 12, de kinek mi? De egyébként a 14-ben nagyon sok újítás van, ez a villager-es újítás, ugye? Azt hiszem az a verzió. Hát meg sok minden, vannak benne új dolgok is, új craftok, minden. Hát a izé... A vízi világos update az nagyon jó lett, amikor a lemész a tengerbe, azt a megszólalsz, ilyen szubnautikás feeling. Igen, az például gyönyörű benne, igen. Hát van az a kis gif vagy cube, nem is tudom, hogy hol láttam hirtelen, hogy ugye Minecraftozik a sávó, az belugrik a vízbe, nézi, hogy ott ilyen korallok vannak, mert mindegy lehet látni, amikor föntről, amikor süt a nap, az beleugrik a vízbe, és akkor a következő képkocka, hogy a szubnautikás világból túszkál, nagyon kemény. Hát most néztem pont egy live-ot, shader, mit tudom én mivel, nyomták, ilyen plusszal, és az ilyen, ezért, 100 eurós játékok, amik vannak, hallod? Azokban nem volt ilyen effekt, hát ja, ami a Minecraftban, hallod? Hát, a tátott szájjal néztem, komolyan mond. Hát az a Ray Tracing-es volt, szerintem az már RTX-es téma volt, nem biztos, hogy mod. Bár egyébként ugyanaz, mint a mod, ugyanúgy néztem. Mod, mert azt mondja, hogy izét, hogy azt mondja, nézzük meg, azt mondja, milyen a izét, milyen a Minecraft, a shader, mit tudom én mivel. És tehát tartom azt hinnek, hogy az mod, és... Hát, öcsem mondom, dobtam egy hátas, azt a naplementét, azt a izéket, a mindennek árnyéka van, a fűszálaktól kezdve mindennek, tehát hallod, ilyen, mondom, ilyen 80-100 eurós izét, ilyen játékoknak nincsen olyan effektje, mint a Minecraftnak a shaderre. Nagyon, nagyon kemény, de tényleg.
olyan és durván néz soka, ki. Sokan lenézik, mert hogy azért, hogy ő kocka ember. A Minecraftot, aki profin tolja azt a tudást, amit ott meg tudsz szerezni, amit ott abban a játékban meg tudsz szerezni, másik 100 játékban nem szerzel annyi tudást, mint abba az egybe. Csak egyit mondok róla. Hát igen, hát most tizét, ugye van egy nézőnk, aki ugye nagyon tolja a Minecraftot, és általában amikor Minecraft live van, akkor mindig bejön és köszön be valamit. Most nem szeretném kimondani a nevét, de most aki visszanézi a Minecraft live-ot, vagy a kommentet megnézi, az biztos, hogy ki látja, hogy kiről szeretnék most beszélni. És ő ugye szinte csak Minecraftozik, és nagyon profintolja, és az a tudás tényleg, most letöltesz egy 200 modos modpakot, hogy tudás. Most ugye minden modnak van külön egy specialitása, egy áramköre, vagy akármilyen, és azt mindet megtanulni, a recepteket, hogy mit, hogy kell craftolni, meg mi kell hozzá, meg ugye a Minecraft alapokat is tudni kell, hogy mondjuk honnan szerzed ezt az alapanyagot, azt az alapanyagot. Tehát annyira egy tényleg nagyon sok dolgot lehet belőle megtanulni. Még az alap fizikát is meg lehet tanulni, hogy a feszültségeket, ugye, hogy a kis feszültség, közepes, nagy feszültség. Tényleg, mint egy iskola, most halál, nem beszélve komolyan. A kémiás módról. Ja igen, nem beszélve a kémiásról, igen, az is így rohadt jó dolog. Szóval tényleg, az mint egy kémia, iskola. Semmi más, csak izét, vegy. Vegy jelek, vegyületek, minden, és akkor kell összerakni a dolgokat. Tehát tényleg az annyira egy durva, az a játék, úgymond, hogy durva, hogy nagyon egy tényleg volt olyan, én láttam olyan srácot, nem viccelek, lehet, hogy valaki közületek látta, hogy kint, külföldön be akarták vezetni azt, hogy a diákok, hát most nem tudom, hogy korosztályba mennyi az a korosztály, mi az a korosztály, aminek ezt be akarta vezetni, hogy a Minecraft-tal tanuljanak. Akkor, na csak ezt nézed már, van igazsága annak a mondani valónak, amit az előbb mondtam, ugye? Ugye ezt egyébként ugye egy angol oldal írta meg, most lehet, hogy egy angol híroldal, most fogalmam sincs, angolul volt ez a lényeg, és valamelyik gaminges oldal osztotta meg. Most mondhatni olyat úgy, mint hogy a GameStar például, ugye nálunk, mint Magyarországon, de ott külföldi oldal osztotta meg Facebookon, valamelyik gaminges, most nem tudom pontosan. És így, csak így lássam, mondom, az igen, mondom. De ez még egy éve volt talán. Tehát ez egy olyan régebbi. De hát mégis csak tud. Valami alapja van. Tehát hogy már ezt akarták, ezt tervezték, vagy meg is valósult, nem tudom-e. Nem tudom pontosan. Akkor már azért itt is visszajön az a dolog, hogy lehet belőle tanulni. Hogyne. Hát eredetileg is azért oktató jellegű az egész játék. Hát így. Nekem elég volt a 12 éve az iskolában, ezt írja Peti. Kusóval körülbelül erre gondoltam, haverom aztán mondta. Egy RTX 2080 ami csomba fáj. Hát igen. 101, akkor 1.13, mert a tök zsíri mindenből van lépcső fél blokk. Igen. A modpack részt én elbuktam. Lassan gazdagok leszünk még 6 nap. Milyen 6 nap? Milyen hanyadika van? Harmadika van, nem? Ja. Hát, én reménykedem a pénteki napban, srácok, ha már így... Petra is, hát Peti így volt, hogy gazdagok leszünk. De vagy péntek nekem, vagy hétfő. Majd kiderül. Meg hát kíváncsi is leszek, már ugye voltam betegállományban is, meg amúgy is. Hát, mindegy. Elméletileg számolvattam, azért meg kéne, hogy kapjam azt a... mit tudom, 15 ezer forinttal kevesebb maximum, inkább 10-zel. Tehát nem sokkal kevesebbet kell kapni. Kiégek. Ez a Mester MC igazán fejlődhetne másban is.
Tudom, hát az nem, szar. Hát az egy sima alap, izé, hát nem. Az, az semmi, az nulla, nulla. Balázs, az nem. Az nem, 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 nem szerverekről beszélünk, hanem modokról, modpakokról. Tehát most a szerver ugye naponta nyílik egy Minecraft szerver, naponta zárulunk egy Minecraft szerver. Ugyanolyan, mint a izé. Tudom én is, itt nem tudom, mint a Meti szerver, na, például az is. Nyári szerverek, meg mit tudom én. Na, szóval nem vagyok benne egyébként, csak egy-két csoportban benne vagyok, mert hát ha mondom, hogy talán tényleg van olyan, ami, ami lehet, hogy mondjuk megfog, de eddig mi nem sikerült találni olyan szervert, hogyha úgy van. Ez is olyan. Tehát itt arról beszélünk, hogy maga a játéknak a modjúról. Mennyi van még a izébe, a babjúban? Az írás sikertelen, Nero. Lehet, hogy szar az íród. Kruszóval. Arra nem gondoltál? Most már arra is gondolok. Ja. Csak azért mondom neked, mert nekem is volt ilyen. Nekem olyan volt, hogy elkezdte írni. Tök mindegy, hogy mit írtam. Ha 500 megát, ha 100-at, ha egy zenét, ha több gigát. 75%-nál megállt, és kiírta, hogy az írás sikertelen. És addig meg fölírta a dolgokat, tehát kiírta, ugye kifagyott a program, hogy így mondjam. És kidobta a lemezt, ugye, visszanyomtam, hogy menjen vissza, hogy mi van a lemezen, és a zsírúj lemezre ráírta a dolgokat 75%-ig, mondjuk itt tudom én 10 zenéből felrakott hetet, csak példának, és lezárta a lemezt. Tehát azt már körülbelül dobhatott ki. Mert mondjuk az a 700 megás lemezből volt rajta mondjuk 300 megányi adat. Tehát így, jó, akkor ez kuka. Szóval lehet, hogy szar az író. Ja, nem kizárt. Már nekem is volt ilyen. Szóval mi volt az Diesel Production, ugye? Ja. Mi van benne? Diesel Compost 36 000. Hát azért nem megyek le. 300 000. Nem, de 300 000 van benne. A silóba. Á, de autót kell megcsináltatom. Már mi van az autóval, Peti? Hát izé. Sokat teszik BMW vagy mi? Amúgy építgetni jó, csak hát állítólag 1.13-ra menne. De a kedves vezető másik is. Ja. Hát. Tudom. Ennyi erőben van ilyen Minecraft szerver ingyen host. Ez a, nem tudom milyen host, de ingyen bérelsz Minecraft szervert. És nem az van, hogy a magyar hosting egyébként, tehát nem külföldi. És nem az van, hogy ha nem játszol rajta, akkor megszűnik, tehát lecsekkolja, hogy mit tudom én, óránként, vagy hogy lecsekkolja, hogy van-e rajta valaki, aztán nincs, hogy senki kapcsolja, hanem rendesen kapsz hozzá panelt, izé, minden. Mert van ilyen is. Nem felmegy, szállszak, kidobja a CD-t, és mikor visszavesz, nincs ott semmi. Az író, írási hiba. Az nem program hiba, hanem az író szerintem. Szerintem az író. Mit csinálsz? Megnézem. Hú vagy? Te fiú. Ez milyen vetőgép? Ez az modos? Kicsivel vett? Mik ventilált? Hát én kicsivel, hát a nagy minek ide. Ez igaz. Na akkor mi van most? Megnézem már mi a helyzet. Azt mondja, minden le van adatva. Vetni kell. És ez akkor mi a... De az egyes föld az mi az? Az le is le van adatva. Akkor arra megyek, veszek. Mondom, mindenre vetni kell. Tomi, vegyél majd egy olyan sárga bömöst, aztán lehet vinni indexet. Sárga bömöst. Ja, tudom. Nem tudok, bezárt a szerver, Balázs, pont most mondtam. Elmondtam, mikor? Ja, nem volt itt. Ja, tudom. Tudom, hogy nem volt itt. Nem is hoztam le, hogy hello, miért nem volt itt. Elmondtam az előtt. Nem, amúgy. Hogy ezért elmondtam, hogy van két szerverük a lengyeleknek, nem a lengyel és az orosz, hanem a lengyel vezetőségnek van két szerver, és össze akarja olvasztani a két szervert. És azt hittek, hogy olyan 2-3 hét, meg van, írtak, hogy miket terveznek.
mit szeretnének újítani, meg ilyenek, úgyhogy most egy darabig nem lesz Need for Speed. Na most. Hello. Á, de úgyis BMW, csak egy F-asztura. Az jó. Karisszél lefotoshoz kell, igen, mert mi? Összetörted, vagy mi? Vagy vizsga előtt áll, vagy hogy? Ez komoly, alá kell tenni kajakon betűgépet a magos bigyóhoz. Nem tudom, az meg volt töltve. Micsoda? Ja, ez nem. Már mindjárt kiderül. Nem, mert itt ki. Nem, át, nem lehet, hogy átlagokosival kell ezt kiszedni? Á, de hogy is működik ez így is. Nem, alá kell csak állni. Jó van ez. Kicsit bugolt az Entity, mert hátra tolattam. Érdekes, hogy itt nem működik, mint a 17-ben, hogyha nyomsz egy R-betűt, akkor megáll. Jajajaj. Ez érdekes. Mondjuk erre most jöttem rá egyébként. Ideig nem volt rá szükségem. De most is így elnyomtam egy R-betűt, hogy töltsön. Most tovább gurult. Nem baj. Annyi. Oh my god. Tű. Ja, ez az Axel Fóri zene. Szóval, hát remélem, nagyon remélem amúgy este, hogy le lehet már tölteni a Valhét. Amúgy vágott, hogy 40 giga? Azt tudod? Nem. Hova teszem én azt a 40 gigát? Gépre. Hát valószínűleg, de... Nem tudom, most megnézem, hogy mennyi van. Most kaja. Most gyorsan. Le kell törülni valamit, ami nem kell. Van még 300 gigám. Az 500 gigából, szóval még jó vagyok nagyon. Teljes, fú, jó vagyok még. Mondjuk nem sok minden van fönt egyébként. Ugye a Forza is lejött. Hát azt is ugye ki lett fárva idézőjelbe. Lejárt az Xbox PAF. Amúgy srácok. Lejárt, aztán nem vettük meg 25 ezer forinté. Vagy 20 év, most passzomolom, hogy mennyi drágán. Mondtuk, hogy kalkuláltunk, hogy hát igazából nem ér annyit, tehát. Aztán nem vettük meg, és ugye az is volt, hogy 60 giga. Nem tudom, mennyi volt a Forza, nem tudod? Valahogy úgy volt. 60 volt, aztán. 60-70 giga körül volt. Most ugye az is lejött, aztán mi van fönn most a gépen, hogy őszinteljek, a Need for Speed még fönt van, mert ugye a kliens az nem fog változni, hogyha változni fog valami, akkor az azt úgyis automatikusan lefrissíti majd. Az olyan, számolhatom olyan 10-nek, mert 8 giga egyébként, de mondjuk ha kerekítünk, akkor legyen egy 10-es végül is. Az van fönt, az FS, az is egy 10-es a modokkal együtt. Egy Sea of Thieves, az 20 valamennyi, azt hiszem. Egy Assassin's Creed 4, az is van 5 vagy 6 giga. A Rebel Galaxy az 10. Meg nem tudom, még egy Mad Max, ami még fönt van. Tehát nem sok, tehát azért mondom, hogy olyan 200 giga, de 200 gigában vannak egyébként mentések is, tehát abból legalább 50 giga mentés. Tehát 150 gigányi játékom van, és ugye nem olyanról beszélünk, hogy hú, akkor ez 10 játék, hanem ugye vannak ilyen 20-30 giga kategóriák is. Dolgok. Ugye? Ezért kell a 6 terabájtos finyó plusz 2 terabájtos SSD. Minek 6 terabájtos finyó? Úristen! Aztán beraksz 2 terát, a 6 terára, bedöglik, aztán lesel, mint borjú az új kapura, hogy oda lettek a cuccaid. Kusova. Bár ugye az se tart örökké. Nekem, én mondtam, nekem elég a 500 giga, bőven elég. Egy SSD-re viszont be akarok ruházni, de az SSD az úgy lesz az SSD-m, hogyha megveszem az új alaplapot.
Mivel ugye ez az alaplaphoz, a BIOS-ahoz nem férek hozzá, mert nincs rajta a PS2-es csatlakozó. Érdekes. Nagyon érdekes, hogy egy gaming alaplapon nincsen PS2-es csatlakozó, még az alap hagyományosom is van, a no-name-es izé kínai foszon is. Na mindegy, és ugye USB-t nem érzékel az elején, ezáltal a BIOS azt lőttek, a BIOS-tak, hogy én tudok bármit is ott csinálni. És nem tudok, nem tudom átállítani a bootolást, hogy CD-ről bootoljon. Meg azt se tudom megnyomni ilyenkor, amikor kírja, hogy a CD-ről való bootolás, az nyomjon meg egy gombot. Na hát azt se érzékeli, úgyhogy berakod a telepítőlemezt és instant betölt a Windows. Ugye? Ezáltal akkor lesz áttéve a Windowsom SSD-re, ha majd lesz egy új alaplapom, amiben be tudom állítani, hogy szépen CD-ről bootoljon. addig füst. Addig hiába. Hát ezt nem vinni szervizbe, és ott valamit biztos kezdenének vele, kiszednék a, vagy föltennék az SSD-re a Windowsomat, de fogok én vele szarakodni, majd megcsinálom manuálisan magamnak szépen. Jobban szeretem amúgy is úgy telepíteni, hogy én állítom be, hogy mit, hogy. Szörök nekem valami fosterecska Windows-t, érted? Mármint úgy, hogy a kulcsomat mondjuk beírom. A Windows 10 kulcsomat. Csak valami fos verzió, Win10-et rak fel, az behalizé. Egy hónap után, vagy mit tudom én. Nem kockáztatok. Mondjuk jó szerviz, meg minden. Meg egyébként olyanhoz kell vinni, akit mondjuk ismersz, vagy jártál már nála, de... jobban szeretem magam csinálni az olyan dolgokat, amihez értek. Az mégis más azért. Egyrészt nem kell rohangálni, másrészt meg akkor az olyan lesz, amit te akarsz. Ugye. Kiszakadt a balájcsó torony, meg rohad az oldala. Ja, aha, értem, Peti. Az gáz. Az izé. Az opel betegség, nem apa? Hát az oldalrohadás, igen, oldal, a torony nem. Hát a torony nem, persze. Nem, szerintem majd csak úgy kiszakad random. Az biztos egy nagyobb kátyú volt. CD írás hiba 16-szoros. Nekem a 28 éves Opelomba nem volt elrohadva a torony. Egyik sem. Egy rohadás nem volt rajta. Jó volt az az Opel, imádtam. Ja, jó kis autó volt. Hát, annak az alja rohadt el. Ja, meg a sárvédéjének az alja egy kicsit. Hát a sárvédéj meg az alja. Durult. Hát kusva nem tudok segíteni, tehát ezt így már nem tudok segíteni. Hogy dobd el azt az írót. Dobd el az írót, a lemezt. Tedd föl izére. Tedd föl pendrive-ra, azt vidd el ilyen CD írásos balhéba van. Soundtech boltba szokott lenni, vagy nem tudom. Pesten legalábbis biztos, hogy van jó, nem tudom, nem, azt hiszem nem pesti vagy, azt tudom. Hogy nem, nem. Pestől rohadt. Még nem is az országbeli. Igen, nem úgy. Azt hiszem, ha jól emlékszem. Nem, kusóban nem. Kusóban azért Romániában ilyen. Ha jól emlékszek vissza. Ja, úgy emlékszem is, hogy Erdély. Oda baszom a lapost a föld, ez azt mondja. Nem, a laptopot nem kell, a laptop az jó, csak az író szar benne. Ja, az írószar. Egyébként tényleg most, hogy így mondod, apának is volt olyan laptopja, hogy benne volt az olvasó, mert neki még csak olvasója volt, és folyamatosan dolgozott az olvasó, tehát mintha lett volna benne lemez. Világított, pillogott, kattogott, recsegett, ropogott, a Windows, a gép meg olyan lassú volt, mint az állat, és kihúzta, kivette belőle az olvasót, és lássad át, olyan volt a gép, mint egy űrhajó. Nem? Ja, megfogtam azt, kibasztam belőle a picsába, egyből jó lett. Szóval, egyébként nagyon alattomosak ezek a meghajtók. Tehát nem a Winchesterek, nem HDD, hanem a UDD, sima meghajtók. CD, ugye régen floppy, DVD, stb. Nagyon alattomosak. Nekem is nem egy gépemet ölte meg, nem egy gépemet lassította le így, hogy szar volt, azt lestem, mint Borja az újkapura, még betöltött egy Google Chrome-ot, még annó, annak idején a Pentium 4-es kis gép, még dual core-os procival. Itt lestem, miért nem tölt be, az kiderült, hogy az író fogja a gépet. Tehát csak be volt dugva áramba, meg ugye akkor még ID-s kábelek voltak, nem szatások,
be volt dugva, nem csinált semmit az olvasó, tehát nem villogott semmit, csak úgy volt magának, és egyszerűen lefogta a gépet. Érdekes módon, amikor kiúsztam belőle mind a két kábelt, mert oda volt csavarozva az házba, ugye benne volt, fel volt csavarozva, mondom, nem szerem ki, mondom, minek, elfér az ott, meg akkor lett volna egy üres lyuk az elején. Mondom, csak kihúzom. Kihúztam, és egyből patent volt a gép. Szóval nagyon alattomosak tudnak lenni, és hiába most high-tech, vagy ilyen márka, vagy olyan márka, tök mindegy, akkor is egy kalap szart nem érnek, hogyha nem tetszik nekik valami. Hála Istennek az enyém az még jó, de mondjuk az majdnem a G-Rui volt. Meg az is garis, úgyhogy. Még az előző gépemből van. Ugye ebben nem vettem meg, a házban nem is volt, hogy minek. Mikor van egy csomó, van még vagy kettő egyébként. De még ez is karis. Ez van még rajta egy pár hónap, azt hiszem, hogy van? Ősszel jár, azt hiszem, valahogy így. Vagy most jár le augusztusban, vagy lejárt augusztusban, mert azt hiszem az augusztusban vettem az előző gépemet. Valahogy így van. Augusztus végén, és azt hiszem akkor már lehet, hogy pont most lejárt a gari róla, de hát... Végül is semmi baja. Ez az Opel olyan helyről lett megmentve, hogy el se hinnétek, nagyon rossz gazdája volt. Akitől megvettem, azt pofoszt, aki nagyjából, én meg folytatom a felújítását. Na, az patent. Az a jó egyébként, Peti. Jó, hát kinek mi idézőjelbe most mondhatni azt is, hogy szét van rohadva, mondjuk példának, szét van rohadva, faszom költ rá, inkább rá dobok egy, mit tudom én, az összekez egy 100-ast, és akkor veszek egy olyat, ami mondjuk nem rohadt. De ha még menthető a dolog, tehát érted, lehet csinosítgatni, meg mit tudom én, tehát nem az van, hogy kilóg a lábad alul a küszöbön, vagy valami, vagy kiesik alulad az autó, vagy valaváz, vagy valami, akkor azért olcsóbban hozzá tudsz jutni egy mondhatni jó autóhoz. Csak egy kicsit helyre kell pofozni, az kész. Mondhatni ilyen Carmanic szimulátoros felújítás, csak nem az a roncsos téma, ugye. Nem rossz amúgy kis bicskölni, meg ilyenek. Néha szívás. Hogyha valami olyan van, és mondjuk nem szerviz csinálja, hanem mondjuk házilag, mert meg lehet csinálni, mert nem olyan csavarúszó kell hozzá, vagy itt tudom én. Ugye. Akkor azért el lehet azzal is lenni. Meg hát sokan vannak így a motorral, ugye. Te tudom, hogy te motoros vagy, Peti, is, motoros is. Ugye, hogy mindig csinálgatnak rajta valamit, bütykölgetik, nagyobb blokk, ez az a mod. Hát, jó. Mi a favorit kocsi, Tomi? Hát, attól függ, hogy mi a favorit kocsi. Ha azt kéne mondani, hogy a legfavoritabb kocsi, ami soha az életemben nem lesz nekem olyanom, jó, hát ez negatív hozzáállás, de ezt tudom nagyon jó, hogyha Magyarországon fog dolgozni továbbra is, akkor az nem lesz. Ugye az a Dodge Charger, ugye. Vagy ugye 70-es, ugye, de ha mondjuk már a mai világban nagyon ritka, hogy olyat szerválni, de még lehet venni, de ritkán. Akkor egy ugye Challenger, egy SRT8-as Challenger, azt viszont meg lehet venni olyan 6 millió körül. Így besatszoltam az árát, mert 4-től 8-ig lehet venni használtautó.hu-n. Egyébként, szóval ilyen átlagban olyan 6 ér, az mondjuk még úgy reális. De hát akkor is milliós összegről beszélünk. De ha mondjuk magyar viszonylatban nézzük, akkor Golf. Tehát nekem az 1-es, 2-es Golf az, ami nagyon, nagyon bejön. De Opelt is szeretem, tehát ugye az előző autónk az Opel volt. Most ugye a Skodánk van. A Morcost azt imádtam, a Skoda favoritot. Azt apa is még nagyon imádta. Ja. És azért volt morcos egyébként, mert srácok, a motoráztető be volt úgymond hajlítva, tehát meg volt csinálva, hogy morcosított.
volt az eleje, és fú, nagyon bitan volt. Meg volt hosszabbítva a motorháztető, és a lámpákra le volt jöve fél oldalt, és úgy nézett ki, mint hogyha ilyen hunyorított szemöldökkel néznél. És olyan igazi morcos kinézete volt, hogy ugye morcosnak morcos autó kellett. És szép volt, és jó volt. Hát igen. Szóval... Csak már nagyon öreg volt szegény. Hát igen. Szóval nekem a Golf, hogy néztem, lehet venni egyébként kettes Golfot ilyen 4-5-6 kilóért, ami úgy nagyjából úgy jó, tehát nincsen szétrohadva, igen, még egybe van. Az, ami inkább reális a magyar fizetésekhez képest, de hát ugye először kell egy oksi. Tehát mindenféleképp az, ami elsődleges. De ugye nem ez volt a kérdés, hanem hogy mi a favorit autó. Hát ez Opel, mi Volkswagen, ugye. Skoda. Itt így, ja. Még a izét is néztem. Mit néztem én, amit meg akartunk venni? Az a kis Daewoo Tico volt, azt hiszem. Ja, a Tico volt. Az kis kocka, a kis... A régi, a kocka Tico. Kocka, ja. Az új kerek kecske szarok. Ez nagyon nagy volt a izét, hogy olvasta a hirdetést. Azt mondja, hogy ilyen városba izé, cirkálós. Azt hiszem az volt, ja, városi cirkáló volt. Hát, végül is az. Azt mondja, de ott rögtem amúgy. Kis fogyasztás, kis autó, kis helyre elfér, könnyű vele parkolni. Tök izé volt, tök menő volt. Tök izé volt, hogy olvasod a hirdetést, ilyen alap monoton hirdetések, meg minden, és akkor bejön egy ilyen tök vicces hirdetés, hogy eladó szeretett városi kis cirkáló, keveset fogyaszt, izé minden. Azért állapotához képest, vagy az örök korához képest elég jó állapotban van. És tényleg szép állapotban volt, tehát az ajtónál, azt hiszem a hátsó vagy az első ajtónál volt egy kis rohadás, tehát tényleg az a nagyon minimális volt. Tehát... De az se rohadás volt, hanem csak ilyen perzsen is, tehát nem rohadt még. Ja, hát igen. Meg ki lettek cseréve rajta, ami rohadt terem volt, az ki volt cseréve. Igen. Pedig a felületi volt, mondhatni. Igen. És árba is tök jó volt, csak hát ugye nem volt úgy cash sem, amúgy. És elvitték. De egyébként azt, ha úgy lett volna, hogy mit tudom én, lát volna itt félretéve kocsira pénz, egyből telefon, mondtam volna neki, te izi várjál, hol van? Jó, másfél óra, az út jó, ott max két óra múlva ott vagyok. Biztos, hogy úgy lett volna. Szép ezüst volt, ilyen ezüstes szürke volt, nagyon szép volt. Azt mondja Peti, hogy most négy kerékre váltottam egy darabig, de motor is lesz. Az állom autó nekem egy 2016-os Ford Mustang GT Shelby, vagy egy Charger SLT. Hát igen, Krusó, az is az, ami olyan más kategória. Én is most indultam el a jogsin, de a kocsi már itt van a pillanat. Jó, hát általában ez mai világban sajnos így van. Hogy először vezet az ember, és utána teszi le a jogsit, holott fordítva kéne, mert az alapokat ugye ott tanulod meg. Hát csak az a baj, hogy az azért van, tudod, mert nem úgy alakult ki az európai közlekedés, mint Amerikában. Tehát Amerikában ugye 16 évesen már, sőt 14 évesen megkapod a jogosítványt, ami egy KRESZ vizsgából áll, és egy 10 perces vezetésből. Ennyiből áll, és kapsz egy próbajogosítványt. Na, hogyha nem csinálsz balesetet, akkor 21 éves korodban kapsz egy véglegest. És nem kerül izékbe, tehát egy két havi fizetésedbe, mint Magyarországon, hanem pár száz dollár, úgymond, érted, és kész, megvan, ennyi. Sőt, van olyan, ahol az iskola intézi az egészet, és a diáknak semmibe nem kerül. Ava járnak iskolába autóval. Ja. Egyébként a 11-esre is nyomjak dohányt, vagy kell még valamit vetni? Hát ahogy akarod, hát nekem mindegy, vagy hogyha a sörgyárat be akarjuk ízítani, akkor oda már mehetne a izé, nem? Hát, a komló. Komló? Jó, hol lejöttek? Komló, mert akkor a izében nyomunk Kárpát. Úgymond a szalmás földbe. Jaj.
Amúgy meg is akarok venni az B5-ös passzátot akar. A Crusoval legalább, az jó. Legalább egy 2000-es dízel azt írja. Csak az 1.8T. Az nem rossz, az nem rossz. Hát eszik is ugyan, de lehet vele kúpoltatni. Lehet vele kúpokat osztani, na. Kérem szépen. Eszik az igazság, hogy fog az falatozni, de viszont egy nem rossz autó. Kényelmes, megbízható, biztonságos. Nagy is, kombi is. Úgyhogy nem rossz. Ja. Ezért munkatársamnak is az van neki, azt hiszem, hogy egy passzátja van. Most nem tudom, hogy melyik, mert igazából a passzátban nem vagyok annyira ott, hogy tudjam, hogy melyik kategória, milyen motor van benne, meg STB. De neki is az van, és nagyon szereti, de hát őnek is már megvan egy ideje, mondjuk jó, ő elég sokért vette a passzátot, mert ő az árához képest kicsit drágább volt, de fullos. Tehát mondhatni azt, hogy full extrás, de ezt ugye nem lehet mondani egy passzátnál, mert ugye nem modern autó. Csak ne dögöljön be rajta semmi. De akkor gatyád oda. De tip-top állapotban van neki, és szép fekete, nagy állatdög. Nagyon szép egyébként, és rohadt kényelmes, nagyon jó vezetni is. Tudom, 5 évig jártuk Passattal. Fantasztikus autó, tényleg. De hogyha beszalik rajta valami, akkor készülj arra, hogy a bankszámládra ugye előre már tedd félre a pénzecskéket, hogy legyen miből megjavítani, mert egy egyszerű üzemanyag pumpa, ami ugye egy alap, mert annélkül nem indul be, ugye csak egy üzemanyag pumpa majdnem 200 ezer forint hozzá. Hát igen. Tehát erre azért készülni kell. Tehát az ember mielőtt autót vesz, azért nem árt, ha ilyen dolgoknak is utána néz, hogy megengedhetem-e magamnak azt, hogy megveszem az autót X összegért, és lehet, hogy mit tudom én, 2 hónap múlva mondjuk beszalik egy ilyen 200 ezer forintos üzemanyagpumpa, hogy én azt meg tudom-e venni. Tehát csak úgy ki tudom, azt mondom, hogy így mellén zsebből kidobom azt a 200 ezeret, itt van. Tehát azért, amikor vásároz ember autót, akkor ezeket is azért nézni kell, hogy milyen, mennyire megbízható az autó, mennyire sűrűn előfordul az, hogy meghibásodik, mennyibe kerül hozzá az alkatrész, mennyire van jól ellátva alkatrésszel, nem úgy jársz vele, hogy rendelni kell, és akkor hetek mire megérkezik, vagy valami. Tehát nagyon sok mindent figyelembe kell venni, mielőtt kiadsz több százezret, vagy akár egy milliót is egy autóért. Hát igen. Azt mondja Krusova, hogy én csak 2 év múlva kezdtek hozzá jogsihoz, de már egy ideje vezetek autót és mezőgazdasági gépeket is. Hát én is itt vezetem a traktort, nem látod. Nem a viccet félretéve. Azt írja Peti, hogy ő inkább benzinest venne. Most is az 1.4-6 szelet CC-s motor. Na. Jobban járna vele. Ja. Na, ez a config, ez határozottan jobban tetszik. 1.4 nagyon siet. ez határozottan jó. Mondjuk az enyém az csak izét 1.3-as MPI, injektoros, de jó kis motor. Hát nem adnám oda egy dízelért sem. Hát amit akartunk venni, amit így úgy akartunk venni, hogy haverom mondta, hogy ő eladja a kocsiját, hogy ő mást akar venni. És mondta, hogy hát ő tök baráti áron, meg idézett baráti áron. Hát mondjuk azt mondom, hogy 200-ig felrakta volna például, akkor nekem odaadta volna 160-ért. Már hogy munkatársak vagyunk, meg minden. Mi volt az? Opel Corsa, ja igen, és azt hiszem az is 1.4-es vagy 1.6-os Corsa volt? 1.4-es Corsa, ja. 1.6-os nem hoztak ki Corsa. Ja tényleg, 1.4-es Corsa is ment, tehát az is olyan volt, hogy lelépte a gázra és húzott. Tehát ahogyne, hát kis pici kasznit azért vitt az 1.4-es motor, mint állat. Tehát az nagyon jó volt, és hát úgy volt, hogy beszéltem vele, hogy mikor adná el körülbelül, hogy mikor lesz pénzem, úgy így számolgattam, meg mindent dumáltunk. Aztán a végén az lett belőle, hogy akkor nem vettem meg,
Elmondta, hogy itt akkor izéd neki kell sürgősen, mert hogy nem is tudom már mi volt tényleg. Hát, hogy nem jöttek össze a dolgok, ez a lényeg. Ezt eladta másnak, de... De volt ilyen is, hogy egy Opel Corsát. De igazából az is közre játszott benne, hogy piros volt. Amint az nem is nem baj, hogy piros, tehát nem az, hanem idáig nekünk piros autónk volt. Mindig. És 3 év után el kellett adni. Igen, ez babona, megmondtuk, hogy többet nem veszünk piros autót. És ez is közrejátszott, igen, hogy piros, megint baszki, kockáztassunk, vagy mi legyen, és a végén meg úgy volt, hogy jó, akkor ezt hagyjuk, ezt hanyagoljuk, de egyébként az lett volna, hogy azt én nagyon szerettem volna a kis Opel Corsát. Kényelmes is volt, jó is volt. Igen, nem mert volt én széthajva. Azt akartam venni. Nem volt széthajtva. Igen, mert mondtam neked így ezt, hogy a havernak van egy Corsa eladóba, és akkor erre te rávágtad, hogy tényleg? Én is pont azt akarok venni. Ja. Pont azt akartam venni, mert akartuk el az üzét, az Opelt, és ja. Mondom, hogy ezért egy Corsát mondom, az keveset teszik, mert nekünk az Opelünk az egy 1.8-as injektoros benzines volt, de... Jó, 20. Hát a 200-as órát azt leverte, tehát azt úgy kell képzelni, 30 évesen. Tehát olyan motor volt benne, hogy nem volt hozzányúlva még, gyári motor volt benne, rajta volt még a 30 évvel ezelőtti gyári blomba a motoron, tehát olyannyira nem volt hozzányúlva a géphez, nagyon megkímélt egy öreg emberé volt, egy idős manuszé volt, egész életében vigyázott rá, és csak egyetlen egy baja volt, hogy nagyon szét volt szegénykém rohadva, és nem kívülről, hanem azok a részek, amiket nem láttál. És hát nagyon sokba lett volna, tehát az, hogy abból megint autó legyen, ahhoz egy 500 000 rá kellett volna költse. De a motorikusan az olyan volt, hogy 5 személlyel megpakolva, mert egy kombi dög volt, 5 személlyel megpakolva, így rányomtam a gázra, és fölemelkedett az autó eleje, belenyomott az ülésbe, és pillanatok alatt már azt vetted észre, hogy 140, 150, 160, tehát így gyorsult. Ja, ez fú. Nagyon bitang volt. Jó, meg is ette ilyenkor, hogyha ilyet csinált vagy az ember, beszívta a 12 litert? Hát beszívta, ja, de fú, amikor így szépen lightos, vagy egy rongyrázós, vagy mentünk, és akkor így a 50-es tempó kiértünk, és akkor jött, akkor gyorsuljunk fel, ugye mondjuk 70-re, ugye, vagy erdő, meg például ugye nálunk itt a erdőb is részen. És ugye így akkor jó, akkor csak egy kisebb ugye, tehát nem az, hogy tövik gázpedál, hanem úgy szépen fokozatosan, hogy növeljük akkor az erősségét, ahogy nyomjuk a gázpedált, és így szépen így érezted, hogy így nyom bele hátul az ülésbe. Fú, hát ez valami eszméletlenül jó volt, imádtam az autó. Szia Zoltán egyébként, szia, üdv nálunk. Szia Zoltán, hello. Nem engedtem le a vetőgépet, csak bekapcsoltam, aztán indultam. Úgy a legjobb, úgy nem fogy a mag. Várjon. Sose lesz bevetve úgy. Bátyám most volt a tengeren egy Audi A4 Avanttal. Az igen. És autópályán lenyomta a fogyasztást 4 literre más autó átszerében. Ja. Az kemény. Na látod például az autó, az Avant. Az nagyon gyönyörű autó, és nagyon jó megbízható autó. Tehát, ha nekem úgy volna a pénzem, hogy most autót szeretnék venni, és itt volna X összeg, akkor nagyon elgondolkodnék egy nagyon szép kis Audiba, például egy A4-esbe. Nagyon elgondolkodnék rajta. Én vennék egy fullos 2-es Golfot, az biztos. Mert nagyon, nagyon jó. Na még az még, ezek az Audik, ezek nagyon megbízhatóak még. Drága hozzá az alkatrész, hozzáteszem, hogyha valami bedöglik benne. Drága hozzá az alkatrész, de viszont annyira rohadtul megbízhatóak, annyira jól össze vannak téve, hogy nem igazán kell hozzá alkatrész venned. Hallod srácok, elbeszélgettünk, azt én itt keresztbe vettem a fődet, amúgy most kapcsolok, hogy... Itt már lehúztam, vagy 4 sort keresztbe, azt nem is hosszába akartam menni, csak... Mindegy, figyelj, csak be legyen vetve valahogy. Jó, hát persze, csak mondom, hogy hosszában, hogy sokkal jobb megy, akkor többet tudok olvasni a chatből. Persze. Azért CC-s, mert erősen motor lett
elősebb motorral lett szerelve gyárilag, csak a chip nincs már benne. Ja. Az nem is kell. Nem kell, mire? Az nem kell, csak korlátozza. Ez nem szabad, egy ilyen autót nem szabad korlátok közé szorítani. Hát, ja. Hát azért, hát itt van egy csomó jó autó egyébként, amit úgy még árba is jó, meg minden, csak hát... Ugye akkor van, tehát van választék, arra akarok kiukadni, és kacok, hogy van választék, hogyha ha az ember is olyan, hogy jó, akkor neki ez megfelel, az elvárásainak megfelel, és hogy akkor van választék bőven, van kisebb fogyasztás, nagyobb fogyasztás, kicsit erősebb motor, az a ugye kicsit nagyobb fogyasztás is, tehát van választék, hála Istennek, csak hát ugye nem mindegy, hogy ki mit szeret, ki mit vezetett, hogy mi az az autó, ami neki tetszik, amit jó szeret vezetni, kényelmes estévitel. Ja, ugye mindenki más. De tényleg, vannak még jó autók. Tehát én új autót, srácok, én új autót, tehát nem úgy, hogy szalomból kigurulós autót, hanem ezeket az új dizájnokat. Azokat én meg sem venni, nekem nem tetszik. Nekem az autó az kockán egeződik, tehát tehát ugye Golf, meg ugye Daewoo Tico, még a Corsa az mondjuk ugye csapott seggű, de... Na, de hát Corsa is gömbölyű, kivéve a régi, de hát olyat már nem vesz az ember, mert az 30 éves. De az jól néz ki, tehát az még úgymond autóformája van, tehát az még úgy más. Hát az Opelt is imádtam, hát ez egy nagy hajó volt, nem? Hát az sem volt idézőben kocka, csak a hátulja. Miért? Hát az teljesen kocka volt. Végül is igen. Na, teljesen mondjuk kocka volt. Mondjuk a Mortos is kocka volt. Tehát... Nekünk nem sok kerek autónk volt, nekünk általában mindig kocka autónk volt. Most ez az első, ami olyan kicsit kerekebb. Ez a Felicia. De az még az is autó, még a kis Laura. De még ez is még elég kockás még, szóval. Ja. Nem gömbölyű lámpás sem, meg semmi, tehát még inkább csak le van kerekítve a sarkok, tehát azért ez még egy kicsit kockás. Tehát azért nem. Én őt nem vennék. Meg én mindig is szerettem, amúgy már régen is nagyon szerettem a 1-es, 2-es golfokat, csak hát ugye akkor még ilyen idézőjelben még sulis fej, meg mindent, tehát akkor még nagyon nem voltam benne az autó témában. Csak úgy tudtam, hogy jó autó, közlekedési eszköz, az hello, szia, tehát. Mondhatni, hogy még nem alakultak ki az ízlései, még nem alakultak ki, meg ilyenek. De hol tartasz azzal a földdel? Ma nem sok van belőle. Hát jó, nekem sem. Itt van itt még egy három sor, meg van a sarka, itt van egy kis sarokba, ott még egy pici sarok van. Meg van a hosszúból három sor, hát most már ezt elkezdtem, úgyhogy most már csak jóformán kettő. Ez kész van, ez a nagy föld, a Big Bud-dal. Azt írja Peti, hogy rendőrautó volt az Opel, ezt mintha már hallottam volna valahol. Mint hogyha, nekem ez rémlik, mint hogyha mondtad volna már amúgy, valamelyik streamben valahol. Nem tudom pontosan, amúgy, de mindegy, szóval, hogy a rendőrautó volt az Opel, most meg az én tulajdonomban van, azért volt benne chip, de kivették belőle a hat. Az F-asztron mindig jól néz ki, és 95-ös. Hát igen, amúgy az Astrát is nagyon szeretem. Igen, az mai napig jó. Az viszont ugye, így azért nem kocka, de az Opel, hát az Opelek közül, ami az szinte mindegyik jó, tehát. Mondtad inkább azt mondom, hogy ha Opel, akkor az jöhet. A régiek közül, idézelve régiek közül. Ugye most is gyártanak új Opelokat, de hát az hogy néz már ki? Számomra. Valakinek hát, meg azt tetszik. Hát inkább hasonlítanak már, ezek a mai autók inkább ilyen űrhajókra hasonlítanak már, nem autóra vezet. Azt jó, elméletileg lassan repülő autók lesznek valamikor majd. Sose lesz. Soha, Magyarországon soha. Nem csak Magyarországon, sehol nem lesz. Hát, így is lassan lehet azt mondják, hogy vége a Földnek.
Sehol nem lesz, mert mire oda jutnánk, addigra már nem lesz hol élni, úgyhogy megnyomják a gombokat, és akkor utána szépen sorba kipusztulunk mindannyian. Ja, meg elolvad a jégkör, meg a sark, mit tudom én. Meg na, hál' Istennek én már ezeket nem fogom megélni úgyse, úgyhogy... Leég a csúró izé, erdő. Hát, én még lehet, hogy benne leszek, de valószínűleg már is. Na, te még benne lehetsz. Hát, mondjuk egy negyedik világháborúban még benne lehetek. Harmadikba. Na, harmadikba? Jó, harmadikba. Bocs, srácok, a történelem az nem az én világom, tehát az... Örültem, hogy átmentem körülbelül. De viszont a memóriám az viszont jó, tehát... igazából ez se nagyon érthető dolog, de... Szia Gábor, hello! Azt írja Gábor, sziasztok! Hello, sziasztok, hello. Lazák! Ja. Hello, hello! Szia Gábor, te is laza vagy. Ha itt vagy, ezért laza vagy te is. Úgyhogy neked is hello. I'm a lone wolf. Ez jó zene. Ez jó, azt szeretem. Na, kisárgód be. Ja, te? Elég ez, pont jó. Mag, azt nézem, mondom, hogy mi van, mondom, mert nekem még itt vagy csomó. Azt írja Peti, hogy nagy a szerviz igény a mostani autóknak. Hát, ja. Hát igen. De figyelj, minden termék ugye mai világban úgy van összerakva, hogy max 5 évre. Tehát ha megnézed egy hűtőszekrényt, az tudja, hogy 5 év múlva az be fog dögleni. Az olyan, mint hogyha programozva lennének, az meg, hogy annak 5 év múlva be kell döglenie. Ja, úgy, mint az én a robotba. És akkor nézd meg a izét, nézd meg a 30 évvel ezelőtt gyártott hűtőszekrényeket, mai napig mennek. Mert nekem itt van a izét, a konyhában van egy 28 éves hűtőm, és úgy hűt, hogy a sima hűtőként is belerakod az üdítőt, egy óra múlva kiveszed majdnem megfagyva. Ja, durva. Úgyhogy azt használjuk ilyen, úgymond itt a hűtőnek. Hát a izét abban raktuk már, a főhűtőben izé volt, sütögetős, a csürkumpli, meg ilyenek, meg elrakott dolgok, ilyen petrezselyen, meg okosságok, meg volt egy bab. Azt a másikba vettünk fagyit, azt beraktuk a fagyit a fagyasztóba rendesen, úgymond a fagyasztó részébe a hűtőnek. És ki kellett venni, akartunk enni, tudtuk mikor akarunk enni, mikor fagyizunk, ki kellett venni előbb 10-15 perccel, mint ahogy ennénk. Mert kajak olyan volt, hogy hozzávágtad valakihez, az ember az így tacs, egyből elájult volna, a fagyis doboz meg egyben maradt volna. Olyan, úgy megfagyott. És az ugye a fagyasztó része. Olyan bitang. Jó az és a ugye majd 30 éves, és mai napig működik, és még egy, nem volt szerelve még, mai napig. Hozzá nem nyújt ehhez még senki, egyetlen egyet cseréltem benne a 220-as zsinórját. Ennyit. Annyit cseréltem az Evo töregedő, ugye azok a régi kábelek voltak, és akkor raktam rá normális vezetéket. Azon kívül hozzá nem volt nyúlva az a hűtőhöz. És 30 éves működik. Most menj be a boltba, vegyél egyet. Körülbelül elmegy, jó esetben elmegy 5 évet, de az már a jó eset. De általában 3 év után, mikor lejár róla a garancia, akkor bedöglik. Azt írja Gábor, hogy nemrég kellett kicserélnünk a több mint 25 éves hűtőnket. Ja, ugye? Hát igen, ez az. És amit most vettetek helyette, az be fog szarni egy pár év múlva. Mert mindent így gyártanak, és az autókat is így gyártják. Tudnélik, hogyha úgy gyártanának mindent, hogy jó, ez 25 évig elmegy, akkor ugye nem volna izék, nem lennének fogyasztási cikkek. Mert ugye az ember összegyűjti a pénzt, megveszi, de azt mondja, hogy hát nekem az életem végéig most már jó lesz, mert vagyok, mit tudom én, 50 éves, és akkor ha ez 30 évet kibír, de életem végéig jó lesz, nekem már másikat nem kell venni. De ugye előbb-utóbb akkor azt veszed észre, hogy senki nem vesz, innentől kezdve nem tudnak eladni, a gyárak nem tudnak üzemelni, be kell zárni a gyárat, el kell küldeni az embereket, mert nem tudják a bérüket kifizetni, és így tovább. Ezért minden úgy van kitalálva, hogy max 5 évet bírjanak. Ez már nagyon régóta így van. Vagy azt mondja Gábor, hogy ha
Vagy ha már farming, ott vannak az MTZ-k. Hát igen, az is. Például, ha már itt ugye pont aktuális itt egy Farming Life-hoz, például vegyük az MTZ-ket, nézd meg őket, mai napig mennek, és dolgoznak, teszik a dolgukat, és akkor nézd meg az új traktort, megveszik 20 millióért, meg 30 millióért, kimegy a földre vele, ledolgozik vele, mit tudom én, 15 üzemórát, és már a számítógép már csipog, hogy ez a baja, meg az a baja, meg amaz a baja, hívd a szerelőt. Na. Az MTZ-vel meg kimentél, hajtottad az izé folyamatosan egész nyáron, érted? És semmi baja nem volt. Legyen benne elég olaj, meg izé, tüzemanyag, és szavasz, és ment, megy, és nem foglalkozott semmivel. Itt van egy munkatársam, a Laci. Ő nekik van otthon gazdaságuk, és nekik van MTZ-ük meg minden, és ő rendszeresen mutatta is az MTZ képeket meg minden. Ők rendszeresen nyomják a MTZ-vel, állatokat etetnek meg ilyenek, szóval ők nyomják a mezőgazdaságot ilyen kis szinten, tehát nem ipari szinten, hanem ez a lightos otthon. Hát egy kis gazdaság. Hát, ha állatokat tartok, biztos, hogy van föld. Ha más nem, akkor izé kaszáló. A kaszáló biztos szerintem, ja. Tehát ezt én is nem kéne nekem ilyen hatalmas, ekkora map gazdálkodni, minek egy ekkora map gazdálkodni idézőjelben, hogyha nincs izé való életről beszélünk. Egyébként a mai világban, megmondom őszintén, iszonyú pénzt lehet összeszedni, hogyha összeszedsz egy MTZ-t, meg izét, egy bálázót, egy kaszát, és izét van egy kaszálód. Hallod? Azt szépen lekaszálod, bebálázod. Olyan jó pénzeket lehet érte kapni, hogy dolgozol vele, ilyen pár órákat dolgozol vele, úgymond, és nem minden nap, mert ugye hagyni kell, hogy ugye hagy nőjön a fű. És hát itt is ugye az egyik haver ezt csinálja, van neki két ilyen kaszálója, és éves szinten csak a kaszálóból kiszed 12 milliót. És semmi belizét, anyagi ráfordítása nincsen, tehát ott a fű az ott nő magától. Annyi, hogy az üzemanyag a traktorba. Még pont lekaszálja. Azt akartam én is mondani, csak akartam a lábam, mondom. Még lekaszálja, megforgatja, érted, utána bebálázza a jó kis Heston bálázóval. Az csók közön. Megcsípelt a szúnyog. Na, hát olyan előfordul. Tegnap este van. De ha hallod, van három csípés, körülbelül két, hát ilyen 1-2 centi távolságra. Ezt megjavítjuk, ezt a üzét. Hol lesznek az ilyen Johnny 25-30 év múlva? Hát igen. Sehol. Öcsém, nem javítja meg ebben a szarra, hogy rá van csatolva. Orosz. Mármint nem ez orosz, hanem az MTZ. Vagy az orosz, nem? Az orosz, persze. Orosz konstrukció, tehát úgy gondoltam, hogy... Na, talán most megjavítja. Most se. Aztán nem lehet testre szabni. Hát, pasz meg, ott van. Miért? Gyere át, hogy nem? Nem lát semmit a izé szerbi. Miért csinálsz? Én is arrébb akartam vágni. Az... Ah, sokra. Nem, az jó. Most jó. Konfigurál. Javíts meg. Ja, nem konfigurál, javít. 6 euró, lol. Megjavítottam. Várj, most visszadobjam. Majd mindjárt jövök egy kell egy traktor. Minek? Minek? Hát... Ja, hogy eladtad, vagy bérelted a Big Badot? Mutasd már, nehogy eladd. Pont nyomtam volna rá, hogy visszaadom. Mondom, hogy mutasd, nehogy visszaadnék. Meg akarom nézni. Menő. Mondjuk ne. A Big Bad DLC meg van 17-es, szóval... Csak hogy 19-ben milyen már megnézem. Ugyanolyan szar. Miért, tényleg? Hát figyelj. Következő vetésnél kibéreljük megint, aztán vessél vele. De hallod, de ez mi az a izé? Hát ez nem a levegőben van itt fent a izé? Ott, ahol van ez a turbó kettes fejére, srácok. Ott
van az a kupak. Látok ott valamit, mintha üveg lenne ott fölötte, de... De nagyon halvány. Most lehet látni kis milliatű csíkokat, hogyha nem pixeles a stream egyébként. Akkor már azt hittem az elején, hogy a levegőben van. BB 500 lóerő, és ez a kicsi? Az a kicsi, igen. Na, jó, visszaadom. Hát ez szar volt. Hát inkább egy Challengert. Mármint nem egy Dutch Challengert, hanem inkább akkor már egy Challengert vennék az... A izéset, a törzcsuklósat ugye. Ja, jó, hát ez... 17-ben se szerettem, megmondom őszintén. Így se fogom. Tehát ez volt az utolsó, hogy én Big Bad-dal vetettem be földet. Inkább akkor ez a MT-900i széria, ez ami inkább ami a számomra bejövős. Hát vagy egy T9-es. Milyen T9-es? Traktor. Ja, New Holland, azt nem szeretem. Az gyönyörű. Jé, mi ez a kipufogó, de jó. Te most megnézem, már ezt is hallod, mert én a 17-ből teljesen máshogy néz ki, az 19-ben, mint 17-ben. Igazából, hogy őszinte vagyok, nem nagyon nézegettem meg itt a traktorokat, de csak a John Deere-eket. Na, vétózzatok meg. Ezé. De tudtam, hogy van jó. New Holland is fassa van minden. Király, tudod. A kis Popeye. Na, hát jó, hát még a 3-as fölmaradt, de azt majd legközelebb. Nem vetetted be? Nem. De az nagy föld, bevetettem a két kicsit addig, még azt nagyobbből tudtad. Ja, hogy a 3-as, ja, az új föld. Hát megnézem már a térképen. Jó van, bevetettem a 20-ast, jó. Hogyne, hát azért mondom, hogy az mindig maradt. Jó, és akkor most a... hogy lett bevetve? Hát... egyesben van a... izé? Egyesben hát... mi van? Dohány. Dohány? Igen. A 11-esben meg komló van. Szerintem mind a kettőben komló van. Nem, más ja. A szín. Ja, hát ugyanolyan színű. Igen. De hülye. Nézem, de ugyanaz a szín. Szar volt a kolor, bocs. Ja. Nem baj, hát majd még a 3-ast kell bevetni, azt akkor jó lesz, aztán... Az a jó. Lehet majd aratni. Az a jó ugye, hogy most jó, hogy ugyanolyan színű. De viszont az ID-je meg stimmel, már kikapcsolod, akkor látod, hogy azon van. Ja. A izéhez mi van? A komlóhoz, meg a dohányhoz, ez az asztal? Igen, az asztal az, megy. A komlóhoz a is az megy, azt hiszem, ja, mindjárt megnézem. Komlóhoz is ez megy? Gyors, megnézem itt a panelba. Remélem, hogy ezzel az asztal kell aratni. Igen. Kukorica, napraforgó, komló és dohány. Oké, jó van. Na azért mondom, hogy kiábrándultam volna belőle, hogyha izével nem. A gabonással kell aratni. Nem, de úgyis, hát az. Azt én írtam bele. Jó van, akkor jó, menj nyugodta. Hát ahova írom a növénytípust, hogy mivel lehessen aratni, az akkor azt az azzal lehet aratni. Ha akarod, akkor traktorról is lehet aratni, de az ja, persze, nem csinálunk. Persze, hát érthető. Olyat nem csinálunk. Jó, hát még a 3-as földet be kell vetni, és akkor elméletileg... ugye mehet majd akkor a időpörgetés, és akkor majd jöhet az aratás is. Úgyhogy, mert össze kell szedni a pénzt, hogy a gyárak is hagy menjenek, össze kell szedni lóvét, hogy le tudjuk rakni akkor a gyárat. Mert ezt ki is néztem a helyét arra, ott lesz a sörgyár. Aha, igen. Itt a... mi ez? 4-es föld mellett igen, van egy igen. Nagy plac. Azt néztem én is, jaj. Na, oda szeretném a sörgyárat, és akkor a 4-es földet meg megvenni majd a komlónak. Ja. Úgyhogy, na mindegy, hát ez majd távlati terv, ez majd menet közben kialakul. Ja. Úgyhogy ez van, hát egyelőre van minden, nagyon szépen haladtunk ma, úgyhogy örülök neki. Úgyhogy mennek a gyárak is, az összes gyár megy most. Tényleg megnézted a izét, a kavics gyárat, hogy mennyit termelt ez idő alatt? Hát, megvetem Ctrl-G, azt mondja, hogy... Én odaugrok és ja, megnézem, így. Így 63 000. Haha, hát ez nagyon király. Ez nagyon király, úgyhogy ott van a cucc.
Ennyi termelt, 63 ezeret termeltek most a live alatt. Itt vagyok. Ja, humbadik. Úgyhogy itt vagyok, Dik. Úgyhogy az is egy nagyon jó pénz lesz, meg kell a pénz nagyon, mert ugye a sörgyár is valami 500 000 vagy 600 000, 700 000, már 4, nem is 50. tudom. Vagy 450, azért hát van 500 000, úgyhogy ahhoz is kell a zsé, hogy be tudjuk üzemelni. Na, de mindegy, akkor ezek még távlati tervek. Hát a mai live akkor ennyi fér bele, így is azért jócskán ráhúztunk a dolgokra, később is kezdtük. Úgyhogy ennyi fér bele, srácok, ma, majd valószínűleg holnap jövünk valamivel, de lehet, hogy még a Tomi ma még jön még valamivel, majd az kiderül. Ez nem rajtam múlik. Igen, igen, igen. Úgyhogy jó étvágyat kívánok mindenkinek a vacsorához, aki még nem vacsorázott, mi is most fogunk. És jó éjszakát mindenkinek, legyetek jók, sziasztok! Jaja, na hát ezt további jó pihenés, tehát nem tudom, hogy akinek melló az, akkor annak kitartást, STB. Sziasztának, hogy ne sokat dolgozzom. Lehet, hogy visszajövök azzal a meglepetés dologgal, hát ugye ez nem rajtam múlik, mint már előbb is mondtam. Hát meg amúgy, ha visszajövök, vissza lehet nézni, szóval nem maradtok le sok mindenről, mert fönt lesz a YouTube-om, tehát megmarad. Aztán akkor, na, akkor menjünk mi is enni, mert már megkordult a hasam nekem is. További szép estét nektek, jó étvágyat a vacsorához, maradjatok lazák, sziasztok, pacsi mindenkinek, hali!